a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Baumstark Tiborral és Bognár Domával. És ezen a héten Haraszti Ádit köszöntjük ismét, akinek minden egyes műsorban más és más mikrofonnal kell megbarátkozni, a reméljük most ezzel is sikerül, ez a nagyjából ekkora távolság. Ja, értem, tehát ne innen <laughs> akkor bele. <laughs> Igen, most az, úgy körülbelül az egyharmada az torz volt, de jó. <laughs> Kiugró értékek és bár mindenfél évvel foglalkozom, most nyilván a fociról fogunk téged faggatni, például a BR-ről, mert azért ugye az nálatok van most, nagy örömünkre, de hogy kibeszélted itt előtte, hogy, hogy miket vársz ezektől a párharcokról, van olyan, ami így a szívedhez közel áll, hogy az az, amiből a visszavágót várod a legjobban? Hát nyilván most, ahogyan alakulnak a dolgok, azért az a Real Chelsea tűnik a legérdekesebbnek az összes közül. Nem mondom, hogy a VR Bayern első meccse ne hozott volna meglepetést, de ott azért kevésbé látom az esélyt annak, hogy összességében a párazban ne az az eredmény szülesen, amit egyébként vártunk itt, ez a Chelsea. Real... Bár én ott ugye szinte Real továbbítást tippeltem előzetesen, azért ez izgalmas. Ahogyan az az első meccs alakult, amit ott Benzema összehozott viszonylag gyorsan, az, az nagyon szép. Jó, de egyébként itt a VRL-al kapcsolatban mindig az jut nekem az eszembe, hogy soha nem várod azt a vrl hogy hú, majd, majd a Juventus ellen milyen jó lesz, meg soha a Bayern nem ellen. Azt szerintem. hogy... Igen, vagy... és aztán mindig. Mindig valami Igen. fajta meglepetés. Akkor hogy nem várod nagyon azt, hogy a Bayern majd itt nem rendezi le olyan nagyon simán a második meccsen azt vártad, hogy az elsőt nem fogja megnyerni? Nem is azt mondom, hogy nem várom azt, hogy ide le nagyon simán, mert Azért nem gondolom, hogy sima lesz az a visszavágó pláne látva, hogy milyen lehengerlő teljesítmény nyújtottak az Augsburg ellen a hétvégén. émeri Ümm... Éberi ezt tudja igazából, és ezt tudja üzenbiztosan gyakorlatilag, hogy tehát szép focit az ő csapatai azért nem nagyon szoktak játszani, és az sem véletlen, hogy ezekben a kupa működik ő igazán. Én nem tudom eldönteni egyébként itt a vrl kapcsolatos ellenérzéseim közül, hogy miből táplálkozik ez émerivel szembeni ellenszenvemből, mert az, abból is azért... Hogy lehet a vr az szemben valakinek ellenérzés? Én pont szerintem abból. Tehát, hogy mielőtt ezt Aha. túlságosan milyen elemezni, mert egyébként a vr egy több szimpatikus klub. Na persze, egyébként úgy maga az, ahogyan szerveződött, meg az, ahogyan most eljutott az előző szezonban az első Európai Kupa győzelméig, az lehet Konkrétan szimpatikus. Konkrétan de... nincsen ellenszenves játékos a vr történelmében. Hát most azért ezt nem tudom így Na, megígérni, hogy, hogy ha végig mennénk rajta, akkor nem találnánk olyat, aki, aki, mondjuk egy pofonnál többet érdemelt volna, de, de, de igen, de émeri azért érdemel, így önmagában. Ha, meg, haj, a, me, me, meg, ez azért az a foci, amit játszottak itt ebben a bajnokok Ligája szezonban, sajnos, és ez tényleg azt mondom, hogy sajnos többször belefutottam, az elég hítvány. Nem? Tehát, Absolut, hogy az abszolút, persze. É, az egy, az egy, olyan, olyan, olyan fokja, sok volt a nem... de nyilván azért jó kupa csapat a, a mert ezt a Kameleon taktikát csinálja nagyon jól. Emery úgy fölkészíti a csapatát az adott ellenfelekből, ahogyan talán rajta kívül csak kevés edző a világon, és úgy tudja nullára redukálni az ellenfélnek az esélyeit, ahogyan kevés más csapat. Gyártatok hozzá narratívet? Tessék? Gyártatok hozzá Na, narratívet? Ha a, ha felsz, azért csak hú. mert <laughs> Nyilván Jémerivel kapcsolatban mindig az első ilyen sztori, hogyha az ellenfelekhez való felkészítés meg idomulásról beszélünk, akkor ugye ez a Joaquin féle történet még ő már kivutottam a popcornból, és már ezért nem tudom, olyan sokáig tartottak ezek a videós elemzések, és nyilván egy kupa párharcnál ezek gondolom, hogy hangsúlyosabbak, valószínűleg a játékosok is komolyabban tudják venni meg, egyébként is nyilván egy bajnokok ligája, kieséses szakaszbeli mérkőzés, ahol igazán megfeszülsz, és igazán tényleg bele tudsz tenni mindent, és Valószínűleg nem véletlen, hogy a VRL is úgy áll a bajnokságban, ahogy oké, okay, voltak azért egyéb tényezők is, amik ebben nyilván bele tudtak játszani, de emlékszünk ugye ott a Szeviás tartózkodásának vagy ö, időszakának a végén is azért, hogy bármennyire is nyerték az Európa Ligákat, ott már a végén volt olyan szezon, ahol nem nyertek idegenben meccset. És pontosan ez ugyan, vagy ugyanez idén is a baj a, a bajnoksággal. Tehát, az ott van, elfut, és most 8 pont a hátrányuk, úgyhogy amúgy a 8. helyen állnak, vagy a 7. Uh -huh döbbenet az egész, viszont volt egy interjú Emeryvel az Atletiken, most a múlt héten, és azt mondta, hogy most nagyon boldog, a Newcastle ajánlatát nem fogadta el, mert a BL-ben így állnak, amúgy ennek nagyon örülök, viszont az Arsenalnál ő rakta le az alapokat ártétának. Hát Istennek. Milyen magabiztos mm. alapok voltak ezek. Igen, nem tartott sokáig feldolgozni ezeket az alapokat szerencsére Ártétának, és hullámvölgyek nélkül eljutott arra a szintre az Arzenál, ahol most van, meg a, a milyen hullámvölgyben most tartozkodik. Egyébként csak így még visszatérve erre a VR-re, VR hogy az ellenszemben olyan mértékű, hogy kicsit, tehát ne, nem, vagyok odaadó szurkolója a Bayern Münchennek, ezt azért uh, talán tudja rólam az, aki... <laughs> és nem aki, is Tomás <laughs> Müller a kedvenc okay, is, nem? Ilyen, Meg nem Neuer, tehát <laughs> aki hallgatja ezt a, ezt a podcastot. Viszont itt komolyan elgondolkodom, hogy nyilván a bayern a minősége miatt szívesebben látnám a folytatásban, már csak ö, azt erősítve, amitről itt beszéltünk, hogy ott nyilván most a Chelsea a jelen állapotában a real összevetve azért egy, ö, egy, érdekes kérdés, hogy melyiküket helyezzük magasabb polcra. Ö, talán, hogyha a szezon elején nézzük meg itt a Bajnokok Liga egy győzelem után közvetlenül, akkor nem is nagyon lehetett volna kérdés, hogy a Chelsea egy magasabb minőséget képvisel. Most én azt gondolom, hogy az ott nagyjából legál, De hogyha a Bayern München, és a Liverpool, és a Manchester City jut be a legjobb négy közé, akkor tényleg elmondhatjuk azt, hogy nagyon ritka alkalmak egyike, amikor a kontinens jelenlegi négy legmagasabb minőséget képviselő csapata van a BL elődöntőben. Hát akkor ezzel gyakorlatilag te most Emerit dicséred, mert a VR államúgy nem egy jó csapat, és ezt nehéz tényleg kétségbe vonni, mert bár van egy hát Gerard Morénójuk, aki kiváló csatár, de Zsumát, a. Angol másodosztályból sikerült szerződtetni. Nincsen semmi baj, az angol másodosztálya csak most a Bajnokok Ligájában egy csapatnak a húzóembere. embere. Juan folyta jobb hátvéd, akit kidobtak Angliából. Raúl Ábiol a belső védője ennek a csapatnak. Aki nem, aki már a Napoliból, igen. Pár Hó csak egy évvel fiatalabb nála, vagy nem tudom. Azért ez a csak Los angeles kidobták Angliából, és ő volt a meccs legjobbja a Bayern München ellen. Ja, tehát e ez meg Emery dicséri. Hát hogy ne? emelít azért lehet dicsérni, meg hát az eredményei önmagukért beszélnek itt akár, amit a, a elért, akár, amit a villarreal al elért. Ja, hogy ilyen, bocsánat, az már van egy, itt, van egy kupája tehát, ez ez a Ezek, mind, ezek mind, mind mellette szólnak az gondolkozom, hogy mik azok a legokozkák egyáltalán, amik megmaradtak azokból az alapokból, amit Éveri ott hagyott maga után. Csakával együtt dolgozott még. Azt mondta, hogy a fiatalokat ugye ő építette be a csapatba. Az mondja mondjuk beépítette. hülyeség. Az Na, de, de mindegy, szóval lerakta az árzenát. Szakmailag kikezdhetetlen szerintem Unai Emery, most attól függően, hogy... és, és nem is arról beszélek, hogy egyébként ne tartanám hatalmas dolognak azt, hogy egyetlen ott vannak a nyolc között, megverték a bayern az első meccsen, de ettől még nem kell, hogy szeressem nézni meg, Bocsát, azt nekem muszáj hozzátenem, hogy én azért elég sok egy Emery fan club alapító tag, tag voltam. Ez, ezzel sokat változott az aztán a londoni tartózkodás. A volt, igen, igen, igen. A nem volt nézumban. benne, benne rajtam kívül más, de hogy így nem volt nehéz feloszlatni. De igen, tehát a munkásságát azt el kell ismerni, mert az eredményét nem tudod nem elismerni. Tehát véletlenül azért nem hord össze az ember ennyi trófát, meg úgy, hogy belenézett néhány kezdő 11-ben, és akkor ez így jól alakult. Tehát nem erről van szó nyilvánvalóan, de ezzel együtt azt a játékot sem kell szeretni, amit produkál a csapataival. Az meglep, hogy a Bajnokok Ligájában ez eddig ilyen eredményes tud lenni, Már ott is mondjuk az a a Juve a vége. Tehát mondjuk negyed óra volt tényleg, amire azt mondod, hogy igen, az. Hát biztos egyébként, tehát ez, ez is biztos, hogy benne van, hogy ott abban a párosításban azért teljesen nyilvánvalóan a Juventusnak meg Alleglinek a további szerettem volna látni, és szerintem a Juventus ez addig az egyik legjobb meccsét produkálta most a szezonban. Ne az elfogultság szempontjából nézzük, hanem abból a szempontból, hogy tavaly például mit csinált az Európa Ligában a Villarreal. Ha szembe jött egy nagy csapat, akkor ez volt, hogy szenvedett. Bármelyik nagy csapat volt. Hát, az persze. Interrel játszott, vagy ez tavaly előtt volt az a Sevilla? Hát akkor tavaly a, most a dopetegi, Chelsea volt a Superkupában a Manchester United volt akkor a döntőben a Villarrealnak. Az Igen. is szenvedős volt a Unitednak. Tehát bármelyik nagy csapat van ott, az szenved a Villarreal, vagy Emery csapata ellen, és ez a Bayern bár esélyes lesz a visszavágón, de ugyanúgy szerintem szenvedni fog, mint az odavágón. Hát egyébként a Bayernnél szerintem, ami a leginkább szembetűnő az az most az, hogy eljött az a másodperc, hogy eljött ez a pillanat, ami lehet, hogy csak egy másodpercig tart tényleg, és nem egy tartós dolog, amikor Lewandowski hullafáradt. Uh -huh. Amikor azt látod, hogy ő egyszerűen annyira nem friss ezeken a meccseken, most többször uh, volt szerencsém látni a Bayern játékát, és azt az energikusságot, ami, ami éveken keresztül tapasztalható volt állandóan, ahogy robban a labdákra, ahogy mindig a jó pozíciókban van, egész egyszerűen valószínűleg fenntarthatatlan az az állandó koncentráció, amiben ő élte az életét, és pont ez a fő erőssége szerintem lewandowski hogy azért tudott mindig a megfelelő időben, a megfelelő ütemben, a megfelelő helyre érkezni. A megfelelő megoldást választani. És a... utána a megfelelő megoldást választani, mert tényleg minden idegszála az erre volt ráhangolódva, hogy akkor neki, neki hova kell mennie, és mit kell abban a helyzetben csinálnia. És ez szerintem valahol törvényszerű, sőt, hát az lenne törvényszerű, hogy ez, ez, többször elkövetkezzen, akár szezononként, hogy, hogy ő ebbe belefárad, vagy egy kicsit belefásul. Nagyon-nagyon rossz pillanatban történt ez meg, és teljesen jogos az, hogy jogos volt az elmúlt években is, és jogos az Nagelsmántól is, hogy a Bayern játékának a fókuszpontja, a, 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 inkább azt mondom, hogy a vége, nem a fókuszpontja, a vége az Lewandowski-ra épül. Halljuk a plegykákat, most érdemes belőle pénzt csinálni még? Nem ezért, hanem azért, hogyha mondjuk tényleg elhozott Hollandot a nyáron, akkor nyilvánvaló nem fogod ott tartani ezt a két játékost egymás mellett, mert egész egyszerűen nincsen értelme, abból senki sem jön ki jól. Hát egyébként ugye Lewandowski ügynökének a, a, mondatai, azok nagyon abba az irányba mutatnak nekem, hogy, hogy azért egy kicsit megvan van sér, sértődve Lewandowski amiatt, hogy nem, nem, én azt érzem, hogy nem kezelte prioritásként eddig a Bayern azt, hogy vele mindenképpen minden áron megegyezzenek akár még... Ő mondta azt, hogy nem is beszélnek vele, vagy igen, nem, Igen, És azért nyilván ez is jelenthet valamit, ha már itt arról beszélünk, hogy a mentális frissességre is mennyire lenne szüksége mondjuk a, fizikain kívül is, de az meg a másik, hogy ez megint csak a az irányba mutat, hogy valószínűleg ebből Holland lesz. És az azt meg... gondoljátok, hogy Bayern? Én igen. nem, nem, nem. De ha, ha Lewandowski-val így bánsz, ha tényleg ennyire nem fontos az, hogy megtartsd ezt az embert, és hogy tényleg lekösöd a csapathoz, akkor az csak arra tud utalni, hogy valakit hozol a helyére, és kit hoznál egyébként a helyére, itt mert ott van más pomod... Igen. Majd most is biztos sokat hozzá fog tenni itt a csapat sikeréhez. De hogy érted, tehát mi más lenne, ami indikálná ezt a fajta viselkedést? Még mindig az aranylabda miatt van megsértődve. Ja nem, meg ugye mi, mi volt még a másik mondás a részéről, hogy ugye meg van határozva a fizetési keret, és hogy ki mennyit keresett, és hogy... Nem tudom, de ez, ez azért igen, tudjuk, hogy ez is fontos a Bayernel, és valóban ez komoly elv, és tartják is magukat nagyjából hozzá, de azért itt engem az inkább, vagy nekem inkább azt mondhatja, hogy azért ez a búsi kategória. Meg a Bayern azért az elmúlt években szerintem nagyon sokszor hákta át a saját maga által állított szabályokat. Tehát ugye nem igazolunk bizonyos összeg fölött. Ez volt korábban. Aztán Toliszonnál, amikor, az mikor volt, az már négy éve legalább, mm -hmm. nem? akkor azért csak, csak átugrottuk azokat a... Jó, mert a piac is változik, és ráadásul rohamosan változik, tehát ebből a szempontból. Reagálni lehet, kell. és, és ez sajnos, tehát azért mondom, hogy sajnos, mert nyilván ennek nem tudjuk, hogy ennek a buboréknak hol a vége, meg meddig lehet fújni. Ebben a, ebben a bérversenyben is azok a csapatok, akik, akik nem hajlandóak beleszállni ebbe, ebbe a versenybe, azok előbb-utóbb... Utol... Igen, persze. tehát hogy hogy vagy, hogyha a Bayern oda pozícionálja magát még mindig, már pedig miért ne oda magát mondjuk a top 5 Európában, akkor kénytelen ebben is top ugyanazt nem. a, Persze. azt a politikát hát erről folytatni. az a nagyon komoly vita, ami a szurkolók és a vezetés között megy, hogy kitől honnan jön pénz, amiről a szurkolók amúgy nem tudnak, hmm. de, de van már egy közel-keleti befektetője a Bayernnek, bár erről Mondsz Attila, lehet, hogy többet tudna nekünk mesélni, hogy ezzel mi van. Hát Zsintem... A Katar Airways-es volt ugye a nagy probléma, ami aztán kiakadtak a szurkolók és ment És ez még mindig valami, valami ott történik a háttérben, ami amiről így nem tudunk biztosan. De lépjünk tovább, mert szörmentén már egy madridi párharcot említettünk, lesz egy másik meccs is Madridban, és szerintem ez is érdemel egy-két szót, mert én nem láttam annyira... Nyilván egy oldalú volt az első meccs Manchesterben, a Manchester City Atlétikóról van szó nyilván, de láttam esélyt arra, hogy ez az Atlétikó ugyanúgy, ahogy 2016-ban a Barca párharcban meglepetést tudjon okozni hazai pályán. Volt olyan labda kihozatala a csapatnak, ami azt mutatta, hogy ez egy más atlétikó már is képes lenne támadni is, hogyha hát, szeretne. Nem volt. Kapura lövése. Kapura lövése nem volt, igen. Gondoltam, nem. hogy ti ellent fogtok mondani ennek, de mert... 4-16-oson belül érintése volt az egész meccsen. Igen, mert ez az első meccse volt egy Manchester City elleni BL párharcnak. De jó, de ez, tá, bocsánat, csak most mondod, hogy láttál arra, hogy hogy esetleg valamit tudna kihozni abból a meccsből is, de közben... Oké, mondjuk nek nyilván a 0-0 is jó eredmény lett volna, sőt, az első mérkőzés után, de hogy ennél több nem nagyon volt benne ebben az atletikóban ezen az estején, azt azért nagyjából biztosan kimerem jelenteni. Szerintem, hogy, hogy mondjam, visszafogta a lovakat. De Diego ez tudod, milyen szempontból érdekes kérdés, és ezen viszont mostanában sokat gondolkodtam itt az Atletico kapcsán, hogy ugye mennyire magasztaljuk Simeonit, és hogy milyen eredményeket ért el az atletico és igen, nagyon szép persze bajnoki címek, tudom is én, hogy ezt nyilván értékelni is kell az atletikó történelmét ismerve, de egy elgondolkodik az ember, hogy biztos, hogy nem lehetett volna talán még ennél is többet kihozni ebből a csapatból más felfogással, mert nyilván az eredmények azok abszolút azt mutatják, hogy ez az ideológia, amit Simeone követ, az eredményre vezet, és igen, akkor ezt kell követni. De hogy közben meg azért volt egy nagyon jó játékos ennek az atletikónak. Most a... is, bomba is van, Így van, most is, az ő regnálása alatt, és nem biztos, hogy csak ilyen módon tudnának ők futballozni. Hát igen, ugye tegnap itt pont beszélgettünk euh, Militár Ivánnal arról, hogy, hogy a Liverpool megmutatta azt, nyilván ott is, az egy érdekes kérdés, hogy mennyivel képvisel magasabb minőséget mondjuk játékos tudásban ez a Liverpool, mint az Atletico, de megmutatta azt, hogy más módon is lehet eredményesnek lenni a Manchester City ellen, mint ahogy az Atletico próbálkozott ezzel. Bár ugye Simeonétok kevésbé számít az ember arra, hogy a Kloppi filozófiát követve valami egészen más. Ez a... tényleg a tényleg filozófiák találkozása, mert nézd meg, hogy mennyi lövést és helyzetet alakított ki a Liverpool ellen a Manchester City. És még egyszer hangsúlyozom, hogy ez egy kétmérkőzéses BL párharc. Nem egy egy meccses, ö, ott dől el minden meccs, hanem a Vandában saját közönség előtt, ami láttuk, hogy például hiába Óriási toronymagas magas esélyes a Barcelona Frankfurt ellen. Mennyit számított az, hogy 50 ezer frankfurti hogyan szurkolt, és ez milyen hatással volt erre a Barcelonára. Azért a vanda ugyanolyan nagyon durva hangulatot tud teremteni, hát, amelyik bármelyik csapatnak, öm, ez komoly hátrányték. Ez az azt jelenti, hogy a továbbításhoz minimum kell egy, egy gólos győzelem, és akkor a hosszabbítás esetleg a 11-esek, vagy két gólal kéne győzni az atletikonok, amit meg aztán nagyon nem látok azért pláne ebben a játékban, hogy ez ilyenfajta fajta a játékban, és hogyha Gárdiolai csak azt hozzák, amit tudnak, akkor azért ennek a továbbításnak meg kell lenni azt ha csak nem az lesz tényleg mondjuk, hogy valahogy kiszenved egy egygólos győzelmet az Atletico, és elmegyünk a 11-es Csak nem nagyon, mondjátok, hogy ti látok más forgatókönyvet, ami az Atleti-nek a sikerét hozhatja. Én meg. azt látom, hogy a hétvégén az Atletico a Majorka ellen játszott, és tartalék volt a kezdőjével, Joao Félix Lodi például nem kezdett egyáltalán, le már a fél időben állt be, vagy valahogy ott a második félidő elején, és a Citynek meg volt egy Liverpool elleni minden Külkemény. szempontból. Létfontosságú, létfontosságú meccse. Létfontosságú meccs Létfontosság amin Guardiola szerintem azért nagyon-nagyon okosan gondolkodva előre megtervezte, hogy kik lesznek azok a játékosok, akik játszanak. Tehát Gabriel Jesus csapatbeállítása például erre volt egy egy üzenet szerintem. Egyrészt ugye azért, mert Gabriel az Jesus mm. kisárgázta magát a visszavágóról, másrészt pedig azért, mert ugye az Alap City támadó sor biztos, hogy már ezzel állna föl normál esetben. Tehát, hogy ott azért ő szerintem nagyon-nagyon jól gazdálkodott a saját erőforrásaival. Hát, de az azt fontos hogy azért vannak erőforrások, amikkel gazdálkodhat. S Igen, tehát, tehát hogy nem, érzed. Érzed, nem érzed sokkal rosszabbnak a csapatot mondjuk már ezzel, mint amilyennek Gabriel Jesus-szal érezted. Nem vagy, érzed... Vagy mit mondtál egy csapat keretére, amit érted, be tudod cserélni mondjuk Fodent vagy Grillist, érted bármikor. Foden, Grillist, és akkor Gundogan még esetleg játszhat a középpályán azok közül, aki nem játszott most a Liverpool ellen. Szóval vannak variációs lehetőségek, ez így van. Nekem inkább az, az, az a kérdés, és én arra számítok, hogy Simeonnének a megközelítése nem lesz gyökeresen más, mint amilyen az első uh -huh. mérkőzésen volt. Tehát ezt az egy nullás győzelmet, ezt ő nem úgy fogja föl, hogy akkor na, ha, haladjunk, és minél hamarabb legyen meg a, a meccs null, aztán utána majd, majd visszaállunk, hanem nem, legyünk Tartja ugyanolyan mértingen. masszívak, és aztán ha esetleg adódik lehetőség, adódik esély, lehet, hogy nem 5 0 nullában fog felállni, mint ahogy pont az ez az, hogy mekkora kockázatot vállalsz, és voltak olyan atlétikó kontrák, amikor egy kulcspass hiányzott ahhoz, hogy helyzet legyen belőle. Tehát igen, nem volt lövés, de voltak jó atlétikó kontrák. Ez ez azon múlik például, hogy 5 5 0 ban állsz föl, 5-4-1-ben, vagy 5-3-2-ben, kb. Simeoni-nál. Mert hogyha van egy João Félix-ed és egy griezmann -ad is elől akkor az már máshogy néz ki, mint hogyha mind a ketten a szélen védekeznek még plusz egy emberként, és ez az, ami, amit a második félidőben például itt az első meccs második félidejében már meghúzott, és már az első meccsen is Griezmann följebb küldte, hogy ő úgy látta, hogy van ott keresni való valója az De Lehet, ez nem is kérdés egyébként. Tehát pláne, ha egy csapat úgy játszik, mint a Manchester City, és ez is kiderült mondjuk már azért korábban is, de abszolút egyébként egyetértek azzal, amit Tibi mondta, hogy én nem nagyon várnék radikálisan más képet, mondjuk az első fél semmiképpen sem ennek a visszavágónak sem, hanem Simeone jó olasz edzőhöz van okosan gondolkodva. Na mindegy, próbálom rátok erőltetni, hogy lássunk esélyt az atlétikónak, de hát esély, a, az, van? Hogy esély van. Az, van, az, nem kérdés szerintem. Inkább én arra látok kevesebb esélyt, hogy ezt az ultradefenzív felfogást ezt megváltoztatja. <hállt> mm Pedig egyébként, hogy arról beszéltünk, itt te is a támadókban lévő potenciált kiemelve, hogy lehetne azért itt egyébként esetleg másban is gondolkodni. Lehetne itt esetleg futballozni is. <laughs> Igen, például. De pont, hát ez felfogás a különbsége. Nem. Abszolút, persze. A Citynek is hét 6-7 kapura lövése volt összesen azon az első meccsen. Je, Olaszországban is. Most egyébként Allegri azt reklámozza az elmúlt hetekben, hogy ha szép focit akarsz játszani, akkor milyen rossz eredményeket produkálsz, nem? <laughs> Igen most több mérkőzésen ez. bebizonyított, és akkor majd száll a csúnya focira. És azzal meg, Nem azzal meg osz, el Vagy el a VR ellenére? ellenére. Hát a VRL ellenére, az Inter ellenére gondolok, tehát hogy mind a kettőn ja, jobbak értem. voltak az ellenfélnél szerintem, teljesen Mire nyilvánvalóan. Akar, igen. És aztán szépen falhoz csapták mind a kétszer a Juventust. Úgyhogy a szezon legjobb játékát produkálták különben meg. Európa Liga, és már említettük ezt a francos... Nem is beszélünk a Liverpoolról. Szeretnél? Nem, csak kiszúrta a szememet az a félmondat, amit írtatok az adástükörben, hogy hát akár még tartalékolat is kloppa visszavágóna a Benfica ellen. És így azért értem, hogy hát azért egy BL meccsen oké, hogy elég sima lett az első meccs, de én nem látom magam előtt azt, hogy nagyon tartalékos összeállításba hát lépjen a Liverpool a pályára. Ott is egyébként hasonló a helyzet szerintem, mint a city Citynél, mert az elmúlt két szezon két nagyon jó átigazolásának köszönhetem, mert Luis Diazról szerintem ilyen rövid idő alatt is ki lehet jelenteni, hogy nagyon komoly erőssége ennek a Liverpoolnak. Zsotáról már nagyon sokat kérdés, beszéltünk, úgyhogy ott az, az, az valóban nem kérdés. Hosszú évekig ugye arról beszéltünk, hogy nincs alternatívája Mané-nak, salah -nak, illetve firmino -nak. Most már van. Tehát hogyha esetleg ahhoz, az az, az olyan... Origi. Amit... Origi is nagyon fontos, de nem a Liverpoolban, hanem majd jövőre a Milánban lesz az. Uh, itt, hogyha arról beszélünk, hogy, hogy föláll esetleg úgy, hogy mert Szelá valószínűleg lecserélhetetlen, de mellette Firmino és Luis Diaz játszik, akkor azt tartalékosnak mondjuk, azt a Liverpoolt? Szerintem nem, tehát eljutott oda a Liverpool, hogy ha egyébként a középpályán is még változtat kettőt Klopp, mert bekerül esetleg Kejta a kezdőbe, a kejta, a kezdőbe akkor, akkor még mindig mindig ott tartunk, hogy ez egy brutálisan erős csapat, amelyiknek nem szabadna, hogy gondot okozzon a Benfica. Sőt, ha azt nézzük, akkor már az odavágón is egy más Liverpool állt föl. Tehát az, hogy Konaté kezdjen a védelemben, uh -huh. gyakorlatilag nem változott semmit a csapat erősége. Mégis azt mondjuk, hogy Konaté idén még nem kezdőjátékos -e ennek a Liverpoolnak, hanem hmm. mati Pass sokkal inkább. De lehet, hogy az lesz a következő szezonban. Konaté Ezt amikor van, játszott, tehát, akkor hogy... lenyűgözően és, általában. És ugyanez van, Luis Diaz-zal is, Firmino Zsotá, kicserélhető elemek már gyakorlatilag, miközben Kejta is kezd zárkózni oda, úgyhogy... Kíváncsi leszek nagyon, csak mondom, hogy akkor is lát szerintem egy edzőkockázatot ebben, hogyha megbontja az egyébként jól működő gépezetet, még hogyha valóban azért látjuk, hogy van a csereszalatos fogaskerekek is ebben, de szerintem azért ennél biztosabbra kell menni egy visszavágón, még akár két gólos előnyben is, főleg úgy, hogy az idegen gólok hogy nem számítanak extrának nem gondolom, hogy gondot kellene, hogy okozzon vissza, a visszavágó Liverpoolnak ezzel együtt sem, de ez szerintem az is kell, hogy azért hogy tényleg Nagyon szászakvalikus... veszélyes eredmény a két gólos előny. mit szólsz? <coughs> hát az a legveszélyesebb mindig. Uh, mit szólsz, Ragás, mit kinevezés, vagy várható kinevezés ez a benfica -hoz. Ugye ez mai hír, hogy, hogy majdnem biztos, hogy megegyeznek a nyártól. Ami ugye abból a szempontból érdekes, hogy te ezért jól néhány éven keresztül nézted az ő munkásságát. Na no ja, és uh, érdekes az is ezzel kapcsolatban, hogy például, hogyha ő mondjuk akár lipcsében se lehetett volna elképzelhetetlen, hogyha nincs ez a nagy leolvadás, mondjuk Jesse Marstól. Érdekes volt neki egyáltalán az a hollandiai munkavállalása, ami egyébként meg tök jól alakult meg az Eintóban azért az Európa Ligában, ugye még mindig harcban. abszolút egy olyan edzőről beszélünk, aki megérdemli azt, hogy egy európai komoly csapat kispadjára jön, hogy mennyire veszi komolynak mondjuk a portugál bajnokság egyik csapatát, az is egy izgalmas kérdés, de közben, hogyha itt lenne egy engem akkor már mondaná szerintem, hogy a Benfica azért mekkora brand, meg hogy világszerte milyen szurkolótábora van. Nyilván a Benfica szeretni magát Európa élmezőnye környékére pozícionálni, ehhez szerintem abszolút megfelelő edző, ha ő úgy érzi, hogy ez a projekthez szívesen adja nevét, akkor ez egy nagyon érdekes dolog lehet, meg alapvetően az a filozófia, akkor megint csak, amit a Benficánál szeretnének látni a pályán, ahhoz abszolút. Most egy... azon gondolkodtam, hogy, hogy csomószor van olyan, hogy kinevelnek portugál edzőket, vagy portugál edzők ezeknél a kluboknál lesznek nagyok, de hogy valaki Európa más részeiről menjen oda. És hirtelen... más iskolából, tehát ugye ő azért. A... eszembe, aki ugye a Portónál hát, azért lett azért. még nagyobb edző, de ő Spanyolországból igen, érkezett. Igen ő is a latin, igen, latin uh, képzésből, de igen, tehát én azért is tartom ezt nagyon izgalmasnak ezt a dolgot, itt Schmidt esetében, mert valóban, tehát, hogy egy máshonnan, más kultúrából más felfogást képviselő edzőként érkezik uh -huh. a benfikához, tehát szerintem egy nagyon. Meg volt ennek azért régebben, hagyománya főleg ugye a nagy után, a Portugáliában Bobby Robson, uh -huh. annak. Így, idején, tehát hogy azért is, mert igen, tehát azért a portugál élklubok azok bármennyire hajlamosak vagyunk néha azért lenézni őket, meg nyilván az eredmények is azért erre vagy ebben segítenek, de közben meg ők igenis szeretnék magukat ott tényleg mondjuk a spanyol csapatok környékére helyezni, az kell ez is, hogy igen, néha ilyen megoldásokat válaszanak, mert lehet a következő ígéretesnek tűnő portugál edzőzés is hozzányúlni mindig, csak az közben meg ha megnézzük, hogy hogy játszanak egyébként a portugál csapatok, akár a saját bajnokságukban, akár meg aztán ugye a nemzetközi porondon is, az nem azt mutatja, hogy akkor ott ők a proaktivitás és a szép volt mennének. A benfica meg szerintem azért ez lenne cél meg elmentek a portugál edzők Brazíliába, mert ott is, Igen. ott is van pénz. Egyébként lehet, hogy ez is, ez is uh, magyarázata ennek, hogy a portugál krém egy része az, az Brazíliában vállalt munkát, és az a természetes folyamat, ami szerintem Portugáliában nagyon jól kirajzolódott az elmúlt években, hogy valaki kezd esetleg egy kisebb csapatnál ott jó eredményt ér el, tovább lép vagy a Portohoz, vagy a Benficához, vagy a Sportinghoz, és aztán ott kitejesedve esetleg el tudja adni magát más külföldi bajnokságban, azért portugál edzőből még mindig szép számmal találunk máshol, de hát ez régen, elnézést, amikor a Gutmann Béláik idejében, meg, 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 korábbi évekre visszanézve, azért nem volt annyira példa nélkül, említette te is Bobby Robzont, hogy, hogy a portugál sztárklubok máshonnan tanulnak, meg máshonnan merítkeznek, de szerintem ez most egy viszonylag hosszú olyan időszakot tör meg majd ez a, ez a Schmidt szerződés, amit, uh, amit nem nagyon uh, láthattunk. Lehet, hogy benne van az is, hogy a Benfica most ilyen gyengén szerepel hát, Portugáliában, és, és valami éles egy, határvonalat igen, akartak, akartak hozni, csak mégis azért egy portugál közeg az teljesen más, mint, mint nem bármelyik európai bajnokság, legalábbis azok alapján, amit az egy, egy ilyen gyenge bazis adásban megtudunk, azért nagyon más kultúra. Lehet, hogy Európában nem szerepelnek olyan sikeresen, de Portugálnál belül óriási a verseny, úgyhogy az, az döbbenetes számomra. De ha már portugál edzők, <gül> <gül> lehet, hogy akkor a konferencia Liga felé kanyarodunk? <laughs> hay, hay, Első hay. körben a budőglimtet ráadásul te közvetítetted, mi történt Norvégiában, hogy lehet, hogy megint belefaladt ebbe a késbe a Róma. Hát ez A... most nem kés volt, ez csak egy kis bicska. <laughs> igen, félig kinyitott bicska. De igen, szerintem Zsozi azért még nagyon nem ért meg ettől az eredménytől, ezt láttuk egyébként az előző körben is. Tehát simán lehetett volna ilyen mondjuk Árnhemben is az első meccs a Rómának járattak volna pontosan ugyanígy, és pontosan ugyanennyire ennyire nem aggódott volna szerintem Mourinho emiatt. Izgalmasnak tűnik azért ez a visszavágó, mert Jose sem fog nekiesni azért ennek a Buda Glimtnek. Izgalmas volt most a Salerit elleni meccsük is a hétvégén, úgyhogy nem lesz az nyilvánvalóan egy könnyed azért majd itt az olimpikokban sem a Róma, de szerintem azért ezt meg kell, hogy oldják. Nem rossz csapat a Bodoglim, tehát hogy ez nyilván eddig sem volt kérdéses, pedig ráadásul elég fontos játékosokat veszítettek a télen, de teljesen korrekt focit játszottak, tehát hogy nem úgy nézett ki egyáltalán, hogy akkor egy ilyen senki, senki, házi csapat most akkor barátságos mérkőzésen fogadja a nagy Rómát. Nyilván az őszi eredményből aztán végképp nem lehetett volna erre következtetni, teljesen vállalható focit játszanak, mázliuk is volt azért, azt tegyük hozzá. Tehát nem arról volt szó, hogy ezerszer jobban játszott volna a Glimt, és teljesen megérdemelt lett volna ez a kettő egyes győzelem. Nem játszottak rosszul, de a Róma azért mondjuk szerintem egy olyan 70 ot adott ki magából. De azért legyen. valami feszkót ez mutat, nem? Hogy hogy Murinyó mit csinált, vagy milyen hírek jöttek ki itt, meg a Salernitana elleni meccsen is. Tehát ez, ez az azért azt mutatja, hogy olyan nagyon nagy nyugalom nincsen? Persze. Talán. Hát az meg a másik, hogy ezért egy Rómánál nem férnek bele ezek az eredmények. Az első meccs, az a 6-1-es vereség ugye elég komoly változásokat adott a keretben, és jó néhány játékosnak gyakorlatilag befelegzett azzal a meccsel. És nekcsát. most jó formában is van a Róma. Há, az eredmények jönnek, aztán, hogy a forma milyen, az megint egy másik kérdés, mert úgy ki grányolja ezeket a győzelmeket, mm -hmm. meg döntetleneket a Róma azért a bajnokságban is, de azért ott jobb megint, És egy csapatnál mikor beszélünk arról, hogy gyönyörű támadó focit produkálnak és 3-4 gólokkal verik a nem lesz olyan egyszerű ez a visszavágás, az teljesen egyértelmű, és akkor megint ugyanaz van. Tehát, hogy két óra kell győzni a romának az, hogy ne legyen hosszabbítás. Ha meg már hosszabbítás van, ott meg már akármi történhet. Úgyhogy azért lesznek izgalmak azon a visszavágón, az egy pillanatig sem lehet kérdés, de azért azt gondolom, hogy ezt a románnak azért meg kell oldania. Azt már megszültük itt a korábbi adásokban, hogy az Európa Liga izgalmasabb lett a konferencia liga megjelenésének köszönhetően. És maga a konferencia is is liga A konferencia liga, ugye ezek a csapatok vannak még bent, Leicester, PSV, Marseille, Így van. Róma. Igen, és itt, hogyha most belegondolunk, akkor például itt a Leicester és a Róma esetében mind a kettő csapatnál bizonytalan például az Európa Liga indulás a bajnokságból, és Európa Liga indulást főtáblát lehet ö, nyerni azzal, hogyha megnyered a sorozatot, nem beszélve arról, hogy szerintem mindig van egy plusz presztízs értéke annak, hogyha egy újonnan induló sorozatot elsőként. És az ugye mondogatja, hogy a, hogy csak, a 25 és fél trófája van pályafutás, a során, és beleszámítja azt a keggyőzelmet is Bobby Robson mellett. <laughs> és ugye erre mondják, hogy hát ő lett az első edző, aki négy különböző európai kupában, akkor így valamilyen módon legalább elkönyvelne egy győzelmet. És Látjuk, hogy ez azért neki számít. Persze, tehát <coughs> presztízsét illetően, <coughs> illetően is, meg, meg a, azt, amit hoz egyébként ezt az Európa Ligai indulást is. Szerintem ez, ez rendben van, meg arról nem is beszélve, hogy így azért kívánatosabb. <coughs> Na, bocsánat. <coughs> szóval kívánatosabb lett az Európa Liga is, leválasztva róla egy kicsit a hulladékot. <coughs> igen, abszolút. És hogy közben meg lett egy olyan sorozat, ami a konferenciájának a csoportkére aztán jó, hát eddig is volt, ugye mindig ezzel rögtünk, hogy JK meg elcsoport az Európa Ligában, hogy annak is mi volt, tehát hogy körülbelül az most oda került a konferencia ligában, még egy picit tovább higít egy két másik csapattal, viszont itt a kieséses szakasz meg, akár az Európa Ligából is megérkező csapatokkal, azért már hoz érdekes meg. Azért is említettem ezeket, mert ugye az Európa Ligában meg van egy olyan párharcunk, ahol nem ö, olasz, angol, vagy ö, holland, vagy francia első osztálybeli csapatok vannak, hanem a Braga és a Rangers. Uh -huh. És a, arról meg azt mondanánk, hogy Hát ez két kisebb csapat, vagy én azt mondom, hogy őket kevesebbet látom, meglepő, hogy a Skót bajnokságból, meg Portugáliából oda jutnak. Portugáliából ráadásul nem a nagy hármas. Hát és ráadásul ugye a Rangers kiverte a Dortmundot, a Braga kiverte a Monakót már, tehát hogy van olyan skalp mellettük, ami alapján azért, igen, ja. több mint érdekes a párhatszok, és hát hogy a Braga vezet is most az első meccs után. Tehát, hogy itt azért az bármelyik, tehát mindegyik itt már, szoros, érdekes, izgalmas, és egészen jó meccsek is vannak. Úgyhogy jó tett, nagyon kellett azért az Európa-Ligának, mert ott tényleg azt éreztük, hogy a csoportkör gyakorlatilag teljesen felesleges. Azt hittem azt mondod, hogy nagyon kellett ez a konferencia-Liga az európai focinak. Az erős kijelentés? Én azt mondom, hogy, hogy ez egy nagyon jó ötlet, úgy ahogy, úgy ahogy van. Azoknak a kis csapatoknak, akiket egyébként az emberek nagy része nem szívesen néz, azoknak ez egy nagyon jó lehetőség arra, hogy európai tapasztalatot szerezzenek, arra, hogy felépítsék magukat akár Európa-Liga csapattá. Ez abszolút így van, csak közben meg... Budő teljes mértékben. Tehát ebben abszolút igazad van, csak közben meg látok benne egy másik olyan dolgot, ami meg ugye a Superliga felé hajaz, meg nyilván a BL átalakítás, az megint csak ebbe az irányba megy, hogy még tovább szegregálódik az európai foci, és még inkább le akarják választani a krémet a többiről, ami meg összességében a játék fejlődésének, vagy a kisebb csapatok előrelépésének, a kisebb nemzetek előrelépésének nem biztos, hogy segít. Jó, de ez a szegregáció, ez a Bajnokok Ligáján belül is megvan. Így van, Tehát, abszolút, hogy ez persze. ott is tudod, sajnos most már azért hosszú évekre visszamenőleg is ezt elmondhatjuk, hogy kik lesznek a további a a csoportból, és mondjuk a 16-ból szerintem 13-at mindenki probléma nélkül megtippel, és nem is téved az esetek abszolút. többségében. Úgyhogy ott azon belül is, most a 32 csapatot nézve is van egy a krémnek a krémje, és szerintem még mindig jobb az, hogyha ezeket mesterségesen választod le egy, egymásról, mint hogyha összeereszted, a, és akkor látod a, a 7-1-es meccseket, meg a, meg a, teljesen értelmetlen ö, küzdelmeket. Csak közben meg ha meg nincsenek ezek a meccsek, akkor soha nincsen esélye annak, hogy a tényleg melyik csapat. Tehát, hogyha még kevésbé a... lesz a svájci lebonyolításban, de akkor ezek Igen, szerint nem, nem csak a BL top csapatait fogja konzerválni az új rendszer, hanem szerintetek ezt az Európa Liga, és talán valamelyest a konferencia liga mezőnyét is? Én, én, azt látom ebben, hogy ö, adsz azért ezeknek a csapatoknak egy olyan fejlődési pályát, amin, hogyha szépen végiglépdelnek, akkor Netán fölkínálod annak az esélyt, hogy odaérél játszópajtásnak, tehát nem, nem, nem közéjük, de játszópajtásnak a legnagyobbakhoz. Ugye erről szól a Nemzetek Ligája is, hogyha mm -hmm. belegondolunk, hogy egy magyar válogatottnak van egy, van kettő jó időszaka, és kettőt előre lépve az olaszokkal, az angolokkal, meg a németekkel kerül egy csoportba. Nem reális, nem, nem reális hogy mi ezen ha a persze. szinten maradunk és oda tartozunk, de játszópajtásnak tök jók leszünk ezekhez a csapatokhoz. Ugyanezt szerintem fölkinálja az Európai, Európa Konferencia Liga, most tudtam meg, hogy nem is kell írja a végére, az Európa Liga, és aztán utána a Bajnokok Ligája is. Tehát én mindig ezt szoktam mondani, hogy a, az atleti az első olyan csapat, amelyik bizonyította azt, hogy az Európa Ligában pallérozódva uh -huh. föl lehet jutni akár a Bajnokok Ligájának is a legmagasabb szintjére. És akkor lehet, hogy a lesz a második? De egyébként nem Via... gondoltam komolyan, de... De, de... hát nem rossz példa szerintem a VRL sem ilyen szempontból, meg nem rossz példa a Sevilla sem, amelyik szintén Európa Liga szintről jutott el, ugye akkor még, amikor nyerte Zsinorban az Európa Ligákat, akkor az nem nyert, nem járt érte még Bajnakok Liga indulás. Tehát, hogy azzal ö, felnőtt egy olyan csapattá, amelyiket komolyan lehet venni a bajnokok ligájában is. Hát a spanyolok ezt nagyon-nagyon okosan használták ki. Én nagyon régóta mondom ezt, hogy... Ez mind csak Emerynek köszönheti. Igen, ezek mind Emery, Emery érdemei. Én ezt nagyon régóta mondom, hogy hogy Olaszországnak is például ez lenne egy menekülő út. Az, az olasz csapatok jelen pillanatban egyik tesznek az európai Ligára. Sajnos igen, és egyikük sem tartozik jelen pillanatban ahhoz a nemzetközi krémhez, amiről az előbb beszéltünk. A Juventus is lecsúszott onnan most már hosszú évek után, de nincsen több olyan csapat, amelyiket ezen a szinten értelmezhetőnek lehet venni. nyilván az Inter, meg a Juventus van most azon a határon, hát. meg a Milán van még kicsit alatta. De a Milán jelen pillanatban meg jelen állapotában szerintem körülbelül oda tartozna, hogy egy Európa Ligát kellene komolyan vennie, azt esetleg megnyerni, tapasztalatot adni a fiatal játékosainak nemzetközi szinten is, és akkor onnan tovább lépve lehet egy, egy korrekt bajnokok ligája csoportkör teljesíteni, és itt jön be az a, az a, az elsőre szerintem igazságtalannak tűnő pontszámítás, amit az Európa Liga biztosít szintén, hogy hajszára ugyanannyit ér egy jó Európa Liga szereplés egy klubcsapat számára, mert ugyanannyi koeficiens pontot gyűjtesz vele, mint egy bajnokok ligája. Tehát egy Európa Liga győzelem az egyenlő egy bajnokok ligájában aratott győzelemmel. Ez lehet, hogy igazságtalan. Viszont a kluboknak a saját felépítését illetően Pontosabb egy jó azért, lehetőség. hogy amilyen energiát egyébként egy klubnak be kell vetnie, viszont azért, hogy eljusson a legvégig az Európa Ligában. Én azért gondolom, hogy ezt megérdemlik pontosan, mert igen, Megnézzük, hogy milyen ellenfelekkel kell játszani, de valóban ezeknek a csapatoknak el kell utazni oda, le kell játszani ők ezeket a mérkőzéseket. Egyáltalán nem egyszerűek, ezek látjuk folyamatosan a példákat arra, hogy, hogy meg tudnak szenvedni lás Barcelona itt most akár a törökországi, akár a németországi meccseikkel. Szóval igen, komoly munka, amit bele kell tenni, és nyilván ehhez nem feltétlenül fűlik sok mindenkinek a foga sem, de van értéke egyértelműen egy Európa Liga győzelemnek, és azért az kiderült. Az hát a meg, meg tényleg az, hogy, hogy, onnantól kezdve, hogy ha te az Európa Ligában nagyot mész, akár két szezonban is, akkor ha netán utána sikerül a Bajnokok Ligájába kvalifikálnod magad, akkor biztos lehet benne, hogy nem a negyedik kalapból fognak húzni. És ez már önmagában egy olyan, olyan plusz dolog, mert negyedik kalapból húzva azért nagyon kevés csapatnak sikerült a továbbütés, még nagy csop, visszatérő nagy csapatként is az elmúlt években a Bajnokok Ligájában. Pont az olaszokra elég csak gondolni. Ah, ja milyen furcsa lenne, hogyha az az Atalanta, amelyik ugye a BL-ből indul, de visszasüllyedt itt a szezon második felére elvárások szintjén is, az olasz bajnokság 7., -dik, 8., -dik, 9. -dik helyezetjeként az Európa Ligában menne egy nagyot. Hát már Ráadásul egy, egy, nem egy nem javuló Leipzig ellen próbálják. sikerült egy egyes döntetlen hozzájuk ezt az, az, az úgy, úgy, hogy szerintem az Atalanta volt azon a meccsen a jobb csapat. Én legalábbis úgy, úgy éreztem. Megint az elfogultságot. <laughs> de, de az első fél mindenképpen, és a meccs egészét tekintve is én azt gondolom, hogy ha most mindenképpen meg kell határozni, hogy melyik, melyiknek állt inkább a mérkőzés, akkor az Atalanta úgy, hogy, hogy elég szomorú nézni őket sokszor most a, a szériában. az a ahhoz, ahhoz képest szerintem sokkal jobban néztek ki az Európa Ligában. Biztos, hogy arra ment a motiváció, tehát az teljesen egyértelműen látszik, Gászperén is úgy csakozik most a játékosaival, most a Sassuolo ellen is tényleg totálisan átalakította a csapatát, ahhoz képest, amit az elbe játszottak, még Sporti elő is beszállt védeni, úgyhogy egyértelmű, hogy most ez az egy meccs a legfontosabb, ebben a szezonban teljesen egyértelműen az Atalantának. Mi tudnak kihozni ebből a visszavágóból? Szerintem azért az is egy nagyon jó és nagyon izgalmas meccs lesz majd. Főleg, hogy erőt demonstrál szinte minden héten most Tedeszkóval a Leipzig a Bundesligában. Az, hogy Szoboszlai kezdett az jelzésérték, hogy ő is tartalék volt? És így nyert 3-0-ra az amúgy nagyon jó Hoffenheim ellen. Is, de nem biztos, hogy a tartalékol a legjobb szóra, de egyébként persze alapvetően ez a helyzet, de hogy forgatni kell a pontosan azért, hogy és az meg egyértelmű, hogy az Európa Liga egy nagyon fontos cél a Lipcsének is. Nem is lehet kérdés. Elsősorban azért, hogy egy trófeát tényleg be tudjon tenni a vitrínbe ez a klub. A német kupa ugyanilyen fontos lesz ebből a szempontból. A számukra egyértelműen az a cél, tehát meg kellene nyerni szerintem a Lipcsének az Európa Ligát. Baromi nehéz lesz a vissza meg az Atalanta ellen. Még úgyis is, az Atalantán is érzek egy kis fásultságot, ha már itt ez mondjuk Lewandowski-val kapcsolatban felmerült a korábbiakban. Ez Európa Ligában megvannak az ágak. Meg, meg, meg ugyanúgy. Igen, 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 igen. És hogy kivel játszik a Leipzig egy győztese? West Ham uh, Lyon további szerintem. Előveszem. El. Hogyha uh, jól emlékszem, akkor ott egy nagyon erőság jött össze. Nem akarok butaságot mondani még, hogy ezt is egyébként ez lesakkoztam, de már itt veszem elő azonnal a minden tudó telefonkészüléket, azt mondja, hogy sorsolás. Uh, West Ham az a Frankfurt Barcelona, West Ham ah, a ja, Frankfurt Barcelonával és igen, a, a Braga Rangers-el. Meg, Na meg hát az akkor az, meg az, hát relatíve jó, most, igen, jó ne nézzük meg. le a Brágátnak a Rangers, de igen. Ö, ne nézzük le, de igen. A könnyebb ág. <laughs> ne nézzük le, de igen, <laughs> ne, az a, a könnyebb Egyértelműen a könnyebbnek tűnő ág, ami persze attól nem lesz majd igazán könnyű, de valóban, tehát nyilván velük találkoznak a szívesebben semmit mondjuk a Barszával, vagy a... Leipzig-Barcelona döntő. Lesz Leipzig-Barcelona döntő, hogyha így játszik a Frankfurt a visszavágón is? Na ez, ez viszont azért érdekes, mert a Frankfurt egy elég direkt focival tudta meglepni a Barszát, amit a Levante is művelt a hétvégén. Hú. Aztán észsigattak. Így, igen, kikapott a simán. Levante, de ugye ez az utolsó előtti Levante, amelyik 31 fordulat 22 pontot gyűjtött össze, és a barca eddig öm, főleg olyan csapatokkal találkozott, akik ellen a letámadásuk működött sávival itt az utóbbi időben. Most viszont ez a Frankfurt és a Levante elleni meccs megmutatta, hogy hol sebezhető ez a Barca, akkor most helyreállt a világrendje, és kezdjük el kicsit reálisan értékelni Xavi utáni Barszát, vagy ezek voltak a kilengések, és most a a Frankfurt is megkapja a magáét, és lesz egy jó nagy pofon. Jó nagy pofont azért nem gondolnám, de azért hazai pályán nyilván a Barszát kelesésebbnek tekinteni egy ilyen első meccset követően is, és nem arról volt, hogy azért, tehát ha most a Frankfurt két-három gólos előnyel érkezne erre a visszavágóra, akkor nyilván azt mondanánk, hogy oké, okay, nem majd jó esélyelők mennek tovább, de hogy ez a Barca működik annyira szerintem Csajvel, és főleg, hogy hazai pályán számíthatsz arra, hogy ezeket a feladatokat megoldják. Az egy izgalmas kérdés, hogyha mondjuk hosszabbítás lesz itt a visszavágón, hogy akkor azért az egy olyan feladat, ami egy ilyen társaságnak nemzetközi kupamérkőzésen azért egy új tapasztalat lehet, abból azért már kereketetnek nagyobb problémája a Barszának, de összességében azért azt gondolom, hogy ezt meg kell oldani az egy pályán. Ez, egy, ez a Barsz az megmutatta már, hogy van annyira jó csapat, hogy, és most megint viccelődhetünk ezzel a Levante meccsel, de ott is azért csak megoldották a végére. Hát meg hogyha meglepte Sávit az, hogy hogy játszik a Frankfurt, meg hogy mennyire direkt és mennyire Erős lett A Frankfurt játékának akkor nem készült semmit a német csapatból. Nem ez az el. egyetlen, amiben... Nem a... az, hogy nem készült semmit, csak Savi lehet, hogy úgy gondolkodik, és ezt mondta is, hogy ő minden csapat ellen saját játékát szeretné játszani, csak ez nem sikerült, és annyi BC terve nincsen a Barcelonának jelen pillanatban, ezzel a játékos keretel meg főleg. Bevallom őszintén, nem láttam a Levánt elleni mérkőzést, Ugye a képét nem tudom megmondani, hogy milyen volt, csak a gólokat. Viszont euh, én azt mondtam, hogy olyan típusú játékkal, amit egyébként a Frankfurt produkál védekezésben, nem nagyon találkozik a, a Barcelona a Ligában. És ez egész egyszerűen abból adódik, hogy a Frank, tehát Frankfurtnak elég speciális szerintem a játéka. Egy borzasztó középszerű támadó csapat. Nem, nem, nem igazán karakteres. Nem lehet azt mondani, hogy mondjuk sok paszból építenék föl. Nem lehet azt mondani, hogy hossz, egyértelműen hosszú labdákkal játszanak. Nem lehet egyértelműen azt mondani, hogy, hogy, kirajzolódnak olyan, olyan sémák, amik általában a jobb csapatok esetében teljesen egyértelműen kirajzolódnak, kicsit esetlegesnek tűnik. A védekezésről ugyanez nem mondható el, a teljes Bundesliga mezőny legtöbb nyomásgyakorlását bemutató csapata a Frankfurt, és én szerintem ez az, ami a Barcelonának nagyon, nagyon kellemetlen volt, egyrészt. Másrészt, ami szerintem ezen a mérkőzésen kulcsfontosságú volt, az a játékvezetői felfogás a játékvezető nagyon engedte azt, hogy hát most csúnya szóval, vagy lehet, hogy egy kicsit félreértettem, de megfélemlítsék a Barcelona játékosait az első másodperctől ez, Az első 20 percben szerintem volt öt olyan falt, ami nyugodtan érhetett volna a sárgalapot. Az egész első félidőben a másodikra, mint hogy a megfogta volna egy kicsit. Ott egy kicsit jobban, igen. De, és de... ez azért a kampdomban viszont nem lesz így. Így van, lesz. így van, Tehát ott, ott most nem, nem arról beszélek, hogy fújják a hazai pályát. Egész egyszerűen, hogyha már más a játékvezetői felfogás, és egy kicsit mondjuk jobban ügyel a játékosok testi épségére, hát ugye mindig szoktatok beszélni Gavi bátorságáról. Hát ő olyan, olyan rugásokat kapott az első 20-25 percben, hogy az rossz volt nézni. Úgyhogy én szerintem itt inkább ez volt a kulcs, én is ezért tartom egyébként esélyesebbnek a Barcelonát a második meccsen, hogyha ez a, ez a játék nem tud ennyire érvényesülni, ez az ultra agresszív, amit a, amit a, Frankfurt produkál, akkor szerintem a méregfogát kihúzták a Glasner csapatnak. Meglátjuk, a hétvégén 3-11-est fújtak be ugye a Barcelona ellen de így is nyert a Barca. Lehet, hogy Luke de Jong lesz a megmentő a, a, végén. De ő bármikor tud, és ez a, nevetgél, de, csak a fejlent, beszél, hogy de így van, hogyha a B-opcióra van szükséged, fontosan. akkor ő, ő a B-opció, ez a nem tudom, második keresztneve. A-opciónak kéne lennie. Amúgy, hogyha már holland van, játékos, ne? ezt akartam mondani, nem tudom, láttátok-e, hogy Robben lefutotta a Rotterdami maraton. Hmm. neked mennyi a rekordod? Nekem 3-43. 3, -43. 3 -43 a maraton rekordod. Igen. 3 óra 13 perc alatt lefutotta. Ez, az hát, is... ha azt nézzük, hogy Snyder most milyen formában van, ugye? Nekem is az egyik legjobb barátom lefutotta, itt is hat gratulálják neki a Rotterdam maraton, és egyéni csúcsa 257-tel hmm. pölci. Ez akkor Robbent. Pölci cím ro <laughs> elszaladt mellette. Úgyhogy hát Petivel együtt kezdtünk futni, ő egy kicsit tovább vitte ezt a történetet. Hát, Ez de nem Mond a sérülést. ez nem, mindig jó nem, 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 nem fogom arra. Addig javultak az ideim, de most. Mindjárt folytatjuk a Premier League-gel. Ádi, egy provokatív kérdés Na. még a végére. Ki nyeri a... a World Series-t? Nem, 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 nem. A Liverpool és a Manchester City a mostani két csapat, a Premier League történetének két legjobb csapata? Hű, hát azért volt, hogy ott egy Invencible hát, Nem szabad elfelejteni a fő a kérdést. De izgalmas. És azért az az Invisible szezon is sok szempontból csalóka. Hmm. Más a foci, nyilván. És amit meg jelen körülmények között, a jelen követelmények mellett produkál ez a két csapat, bajban lenne valószínűleg az árzenál, az az is ellenük is. Nagyon, most akkor megint Alma a többi De igen, nehéz az ellen tényleg most itt olyan érvet felhozni, ami meg az utolnál. És pontosan emiatt, hogy mennyit változott az utóbbi években a foci, és mondjuk fizikálisan is milyen elvárásokat támasztanak pont emiatt ezekkel a játékosokkal szemben. Tehát nagyon nehéz, de ahogyan mondjuk az aranycsapatot sem vetnéd össze, mondjuk a nem tudom, világbajnok francia válogatotta, ez ugyanúgy szerintem egy nagyon furcsa dolog, de igen, azt hiszem, hogy valahol azért muszáj egyetérteni ez, hogy ez a két csapat, amit produkál, és pláne milyen versenyfutásokat produkálnak egymással. Nem akarom elvenni az árszabadot, de erre még reagáljál mindenképpen, és szerintem itt ez a kulcs, hogy olyan, amikor például az Arsenal-nak az a 2002-es szezonja volt, vagy a korábbi csapatoknak voltak egészen kiváló szezonja. Jó voltak, Én... az egész a jövőnét, az a voltak a egész a united is, igen. Voltak, igen, ugye a 99-es mindent megnyerő, vagy akár lehet még visszabenni, és nem is csak a Premier Ligére nézni. De egy dologban azt gondolom, hogy összehasonlíthatatlan a jelenlegi helyzet a többivel, deklaráltan, és ezt kimerem jelenteni, deklaráltan a világ legjobb négy edzője ott dolgozik a Premier League-ben jelen pillanatban, és előttük kell, az előttük kell megnyerni a versenyt. A négy legjobb edzője a Premier League-ben dolgozik, és előttük kell megnyerni a versenyt. Hogyha megnézzük most a top négyet, Guardiola, Klopp, Tuchel, Conte, akkor szerintem ekkora konkurencia, harc, és most nyilván itt az erőforrásokat illetően is, hogy milyen pénzből, milyen játékosokból építkezhetnek, nem volt soha akkora ekkora az ellenállás és a konkurencia, mint amekkora jelen és pillanatban. Ezzel viszont kételem vagyok egyetérteni, fenntartások nélkül. <laughs> Akkor legyen ez a végszó. Hamarosan folytatjuk a Liverpool City-vel, vagy fordítva a City Liverpool-nal. Köszi Ádi, hogy itt voltál! É, és Kandó Tamással folytatjuk a digisport Sport kommentátorával, ebben egyeztünk meg tehát, de TV állandó futótársának is mondhatnánk, nem tudom, hogy erről szeretnétek-e külön beszélni. Hát érdemes róla beszélni szerintem, mert a futásról mindig egyrészt érdemes, másrészt meg Hát arra nagyon büszke vagyok, hogy Tomit annak idejére rá tudtam beszélni arra, hogy, hogy fusson. Ja el. igen, és tényleg ezt, ezt is most a... ja, az, Ne túlozzunk, de, de azt, azt örömmel látom, hogy azóta az ő életének is egy majdnem annyira fontos része, mint az enyémnek. Futsz maratonokat is? Hát egyet futottam, egy maraton teljesítettem, az nekem bőven elég volt szerintem, fél maratont, azt többet futottam, illetve hát folyamatosan az életem része. Tehát azt mondom, hogy mit tudom én heti 20-40 kilométer között futok, mikor mennyi jön össze, ez mondjuk ilyen 3-4 adagba elosztva. És hát valóban én a Tibit láttam először test testközelből, aki így komolyabban foglalkozik a futással, akár hobbi szinten is, de komolyan, és hát azt gondoltam, hogy nem olyan nehéz, de hogy nem a fenét, ez nagyon nehéz dolog, főleg félmaraton, meg szerintem a maraton is azért már egy komolyabb kihívás, de, de megéri szerintem. Tehát nagyon sok mindenben lendít az ember életén, hogyha van egy olyan lehetőség, amikor kikapcsolódik. Egyébként benneteket szoktam, a teljes terjedelmet szoktam hallgatni általában futás közben. Köszönjük <laughs> <laughs> és szépen. például kérjük. hogy most is, Amikor a TT-t hallgatod, akkor rosszabb részidők jönnek. <laughs> nem, nem. De... Nem vagyunk túl inspirálóak, de... <gül> <gül> Igyekszünk majd ennek is megfelelni, és akkor néha Mi, közben elejteni, beszélni? elejteni egy, egy ilyen fél mandatot. A futóknak pedig kitartást is. Most nyom meg egy kicsit. <laughs> most nyom meg egy kicsit. Nagyon közel a cél. <laughs> Miket szoktál mondani egyébként futóversenyeken? Még vannak ilyen bevet? állandó... Olyan, nincs olyan semmi extra szerintem. Mi én, a vandóizmus? Én azt, azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy odafigyelj a futókra. Tehát elég sok mindenkit hallottam futóversenyen beszélni, és szerintem sokszor bizonyos szempontból szereptévesztésben vannak, akik ott beszélnek. Tehát itt nem elsősorban hangerő, meg, meg hangszín, meg meg hasonló dolgokra van szükség, hanem hogy egy picit átérezd azt, hogy milyen ott bent a pályán futni, vagy milyen célba érni. De szerintem ez egy picit a... pont adott, abból adódik, amit mondasz, hogy az ottani hangos beszélőknek nagyon kis része az, aki tapasztalta az ilyen versenyeknek a hangulatát. Vagy nem, nem nagyon kicsi, de lehet, hogy van olyan köztük, aki nem is tapasztalta. És is, is, de is. szerintem sokkal fontosabb az, hogy, hogy tehát fontos az, hogy legyen tapasztalatod, hogy, hogy tudd az, hogy milyen az, amikor, amikor nem esik jól, amikor amikor nincs kedved az egészhez, vagy éppen, mit tudom én, rossz az idő. A múlt héten voltam egy versenyen, ahol nulla fok, havas eső, tehát azért az nem egy olyan nagyon nagy élmény. Nem úgy, mint a Manchester City-Liverpool. Hát Mekkora átkötés. Hát, hogyha már futóversenyeknél tartunk, akkor. Egyébként a szezon legjobb meccsa volt, de azért nem mondom, mert volt szerencsém a Ligakupa döntőt közvetíteni, és ha nem is állíthatjuk egészen biztosan, hogy az jobb meccs volt, de hogy hasonló Hát ott hiányoztak volt. a gólok. Igen, de meg volt a dráma a végén. Hmm. Itt meg egy picit talán ez hiányzott. Ugye a végén aztán kiegyeztek a békés vagy kevésbé békés döntetlenben. Hú, de, de közel nem, volt de ez a dráma. Ö, közel volt, de, de, de mégse volt. Tehát néhány milliméterre módott ott Sterling helyzeténél elsősorban. Foglaljuk egy kicsit keretbe szerintem úgy ezt a dolgot, hogy egy City Liverpool még biztosan lesz ebben a szezonban, illetve azt hiszem várunk még egyet, egy bizonyos nagy mérkőzést. Most itt valami nagy igazságot le tudunk vonni ebből a meccsből, vagy teljesen fölösleges, csak élvezzük, amikor ők összecsapnak. Például azt a nagy igazságot ki tudnám ebből hozni, hogy ez a meccs, ez egy ér volt a Superliga létrehozatala mellett. Szerintem nagyon nagy élmény volt. Élvezzük, amikor őket látjuk minden alkalommal. Szerintem most már ez hosszú évekre visszavezethetően így van. Egyértelműen ott van a világ legjobbjai között mind a kettő csapat. Én kimerem mondani azt, hogy jelen pillanatban szerintem a világ két legjobb csapata. Az edzői hozzáadott értékben is ez, én azt hiszem, hogy vitathatatlanul elmondható. És az, ami szerintem még külön érdekessé teszi ezt, hogy milyen szinten képesek fejlődni és egymástól is tanulni. Ugye a tegnapi meccs után Guardiolától megkérdezték ezeket a hosszú passzokat, amikből a Manchester City sokkal többet használt, mint amennyit korábban. És nagyon-nagyon látványosan Liverpooli mintára használta ezeket, szélsővédőnek kiátszva egyből be a támadók elé. És erre azt mondta Guardiola, hogy a jogtól egyáltalán nem szégyen tanulni. Itt klopra utalva egy ilyen félmosoljal, Úgyhogy szerintem ebben is ők, ők mindenki előtt járnak, nem csak abban, hogy figyelnek a másikra, mert ez nyilvánvalóan így van a top szinten, hanem hogy ezeket képesek beépíteni is a saját filozófiájukba. Folyamatosan mondjuk, hogy igen, Pep Guardiola milyen filozófus, meg mennyire határozott elképzelése van, de azt vegyük már észre, hogy ez hétről hétre szinte változik, nagyon apró finomságokban még tovább hangolódik. Gyakorlatilag csak másolja a többieket, nem? <laughs> Szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy két lehet ilyet mondani, szerethető csapatról van szó. Tehát akik játszák a futbalt. Hát a Cityvel vitatkoznának sokan már itt a már klubot illetően. Most itt a játékra hagyatkozunk. Tehát a hátterét azt ne vegyük ide, szerintem az, az, az egy külön történet. Tehát maga a csapat, ahogy játszik, azt szerintem élvezetes nézni, akárkinek szurkol az ember. Látványos meccsek, viszonylag sok gólal azért, hogyha úgy adódik, és nem a Crystal Palace ellen kell küzdeni ők, hanem mondjuk a Leicesterre játszanak, a Manchester City-vel, hogy az Atletico ellen. ellen igen. Szóval szerintem két szerethető csapat a játék alapján, ezt akkor tegyük hozzá mindenféleképpen, két szerethető menedzser, akik, akik nem egymás szemét akarják kinyomni, meg nem egymás torkát akarják elharapni, <laughs> meg ilyen. hasonló. És korszakos alakok már És most. korszakos alakok, és láthattuk tegnap is, hogy azért uh, milyen viszony és milyen tisztelet van a két szakvezető között. Ugyan Klopp azt mondta, hogy szerinte ez egy bunyó meccshez hasonlított, amikor ugye bevisznek egy ütést, és akkor abból kell visszajönni. Szerintem ez, ez, egy kicsit, kicsit, azért fals, mert, mert nem, abszolút nem éreztem durvának voltak, kemény belépők, de, de nem egymás megsemmisítésére, rombolására törekszem. Pláne egy héttel az interjúventus után. <laughs> tehát azért az utóbbi időben is láttunk olyan példákat, ami, ami brutális meccs volt, tehát ez abszolút nem az volt, mind a két csapat próbált a játékát játszani, úgyhogy én egy kicsit örülök annak, hogy nem dőlt el semmi, hogy, hogy, ennek van még folytatása, és hogy, hogy, gyakorlatilag, hát várhatóan a szezon végéig ez így megy. Meg bocsánat, én annak örülök, hogy amit Doma említett itt az előbb, hogy egy FA Kupa elődöntő biztos van. Ott döntésnek kell születnie. Lehet ebből egy bajnokok ligája döntő is, most ugye azért elősen abban az irányba tartunk, hogy akár ott is ez a két csapat összekerülhet, ott is döntés szükséges. Itt szerintem az teljesen igazságos, hogy volt kettő-kettő-kettes döntetlen a, a bajnokságban, és Innentől adott a feladat, hogy 32. fordulótól a 38.ig végig kell úgy mennie ennek a két csapatnak, különböző ellenfelek ellen, különböző stílusokon átverekedve, hogy nem szabad pontot hullajtani. Volt egy ilyen szezon emlékezetes. 18-19. Amikor... Az, az szerintem egy fantasztikus versenyfutás volt. Hihetetlen, tényleg hihetetlen. Ott még jóval többet nyert. 11, meg egymást. Azt hiszem 11 meccset egymás után. Nem az, hogy pontvesztés, hanem mindegyiket megnyerték. Igen, és hogy emlékszünk azokra a drámákra, a Pompani góljára. Tényleg, szóval. Lesz ellen, ugye, hogyha így jól van, jön, örülnék, így van. Hát az, hát az az ártunk Haraszti Ádival, hogy vajon a Premier League történetének a két legjobb csapata-e, és ott nem hoztuk föl ezt a szempontot, hogy ilyen látványosan játszó két csapat, talán nem volt még a Premier League-ben, mert az Arsenal és a Manchester United, vagy az a Chelsea, amelyik José mourinho volt talán korszakosnak mondható csapat, nem ilyen intenzíven, és nem ilyen letámadással, és nem ilyen látványosan játszva értékben talán az eredményeiket. Szerintem ti is nézzetek folyamatosan a régebbi, interjúkat és az ott bejátszott meccs részleteket, tehát mai szemmel a 90-es évek vége, 2000-es évek eleje, hát az mészárszék, nem? Tehát olyan belépők vannak, hogy, <laughs> hogy még hogyha még vissza megyünk, tehát hát a 70-es, 80-es, akkor meg még, még Hát akkor, tehát, akkor hentes várdafut mostak a pályán. <laughs> Illetve szerintem nagyon fontos dolog az is, az egész Premier league nézve, hogy ne legyen így, de sajnos úgy tűnik, hogy nem lesz túl sok izgalom sem elől, sem hátul a bajnoki versenyfutáson kívül. Hát azért az, 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 az a Tottenham Arsenal párharc, mert most <hazam> szerintem arra szűkült, bár lépés hátrányban van a Manchester United, én még őket sem írom le, azért ott is arról beszélünk, hogy hét meccs igen, de ott azért ez egy kicsit az előző évekhez hasonlóan ilyen roncsderbizésé kezd alakulni, nem szeretnék senkit megbántani, de az Arsenal jó formája azért visszaesett, a Manchester Unitednél is folyamatosan problémák vannak, szerintem a West Ham kiszállt ebből a történetből. Kontéval meg gyilkos a e, Igen, igen. Tehát ők, ők amit, amit, szeretnek ez a, ez a kontra, a Kulusevszkivel kiegészülve, ez, ez működik, és ha ezt mondjuk egy 3-4 fordulón keresztül még tudják tartani, akkor szerintem ott nem lesz kérdés és hát hátul is most az Evertonnak ugye nagyon jó jött ez a győzelem. A no, azt mondtam egyet, még inkább. Azért nem örülök az Everton győzelemnek, most nem kívánok feltétlenül rosszat az Evertonnak, de akkor itt hátul is még nagyobb lett volna a harc Igen. azzal, hogy ott összesűrűsödött a mezőny, meg elől is, tehát akkor a Manchester United azért közelebb van Igen, a spurs az, meg az arsenal Igazán az lett volna jó, és ebben a Chelsea egy kicsit ludas, hogy ez nem hármas versenyfutás lett, mert, mert azért benne volt a pakliban egy ideig úgy tűnt, hogy itt három csapat verseny Ugye meg lett volna ott a BL helyekért az a négy-öt, akár a Wolfs is beleszólhatott volna, az is jó lett volna, és hát hátul is jó lett volna, hogyha egy kicsit több izgalom van, de hát a Brentford ellépett onnan, a Leeds, a Leeds ellépni, leedsz, el, ellépni látszik. Ellépni uh -huh. látszik, tehát lehet, hogy ott marad a, az Everton meg a Burnley, hát uh de az Evertonnak is azért ahhoz képest, hogy mennyire kevés pontot gyűjt ez az, az a hátsó három, ahhoz képest már viszonylag nagynak tűnik az előnye. Ez a négy pont az nem olyan, hogy a, majd, a, majd a Norics nyer egymás után négyet. És, akkor... és hát tudjuk, hogy, hogy mennyivel izgalmasabb akár a bajnoki versenyfutás is, hogyha olyan ellenfelekkel játszol, akinek, akinek kell a pont, és aki rá van kényszerítve arra, hogy, hogy nyerjen, vagy legalább döntetlen játszol. É, igen, ennek lehet szerepe abban, hogy, hogy kinek, de mondjuk itt azért a Premier League-ben azt szokták mondani, hogy nem apró pénz az, ami a helyezések között van. Körülbelül ö, két millió fontról beszélünk, ami most így első ránézésre lehet, hogy sokak számára egy ilyen legyintést ér, hogy... Pff, hát a, a Villa meg a szoton játékosok számára ez most, mint ilyen legyintést érne az utóbbi hetekben. Mert... Különösen a szoton. Igen. Ö, igen viszont ö, ettől függetlenül az, hogy mondjuk, ha már arra nézed, vagy arra fordítod ezt, hogy hárommal vagy négyel végzel följebb a középmezőnyben, mert ott azért lehetnek ilyen csúszkálások, azért a 8 meg a 10 millió fontoknak már igenis nagyon-nagyon komoly szerepük van itt, akár a bérköltségeket is. Főleg, hogy ott a középmezőnyben az nagyjából ilyen 7-8 csapat, amelyik 35 pont környékén van, és ott nagyon komoly változtatás van. meg. Még olyan csapatoknál, akiknél ugye vagy följebb vártuk őket, vagy nem vártuk őket az élmező, vagy annyira a felsőház, mint mondjuk a Crystal Paris, tudom ide mondani, hogy ha a Paris a felsőházban végezne és ott valahol a Wolves mögött, mondjuk ilyen 8.-9. helyen, akkor azon azért megdöbbennénk, azt hiszem a szezon hát végén. Különösen a szezon elején nézve, hogy ott akkor Igen. hogyan gondolkoztunk, gondolkoztak a, a Villere féle Na de vissza ide a Manchester City Liverpoolhoz, ugye kettő-kettő lett a vége. Igazságos X? Mert ez szerintem nagyon jó kérdés, Bence fölírta, hogy, hogy a Manchester Citynek talán helyzetek szintjén a végén a Márez helyzetet nézve az első félidőben kihagyott lehetőségeket, nézve a Liverpool védekezési hibáit nézve. Kicsit City-nek állt ez a dolog, de most néztem a match of the és XG-t XG szintjén, viszont a Liverpool nyert végül. Minimálisan. Náluk. Mi minimálisan, de igen. Én azt gondolom, azt gondolom, hogy az igaz, hogy inkább a City-nek állt ez a mérkőzés, a meccsnek egy olyan szakasza volt a második fél idő első 15 perce, amikor teljesen nyilvánvalóan a Liverpool volt jobb, és a Liverpool akarata érvényesült, ott egyébként valami döbbenetes módon fel tudta gyorsítani a, a csapatjátékát úgy a Liverpool, hogy arra a Citynek láthatóan elég sokáig nem volt válasza. Aztán hogy a 60. perctől elkapták a fonalat szerintem. A boxos hasonlatnál maradva, hogyha itt most pontozás lenne a végén, akkor ki, ki lenne ez a... pontozás, pontozásra szerintem a City nyert. Igen, talán. Szerintem nagyon látszott a Liverpool jó néhány játékosán a fáradtság, vagy legalábbis az a rengeteg meccs, ami a lábakban, fejekben ott van. Tehát Salah visszafogottsága azért nem nagyon segítette Klopp együttesét, azt gondolom ez, ez teljesen egyértelmű nem volt rossz meccse Fandijknek, de azért a sérülés előtti Fandijk, akitől szerintem retteget mindenki, és mint egy szupermen úgy közlekedett a pályán, és mindenhova odaért, azért ez a múlt már, és nem tudom, hogy visszajön-e e, sajnos a, az a formája, ami meg volt korábban, és, és, ami legyőzhetetlenné tette őt is, meg a csapatát is. És hát nekem egy picit furcsa volt Mané visszafogottsága is, tehát nem tudom, figyeltétek-e, hogy a, a gól után, tehát egy ilyen meccsen, ahol, ahol azért mondjuk azt, hogy bajnoki döntő. A 30. születésnapodon. A 30. születésnapodon gólt szerzel, és akkor... Jó, visszasétált, és akkor semmi. Tehát, tehát, persze tudjuk, hogy ő egy ilyen visszafogott karakter, meg nem kell neki a, se a Ferrari, meg se a telefon, meg, meg... tehát ő, ő, azért egy ilyen visszafogottabb jelenség a foci világában. Hát megmondta neki, az Afrika kupa kellett, az Igen. a legfontosabb trófa, innentől kezdve. Mit Öröm Zó, ez, ez, ez Hát ez már megvan neki. Ez egy picit furcsa volt szerintem a, a Liverpool részéről, nem elvitatva persze a, a, azt, hogy az a, az a negyed óra, az tényleg az parádés volt, amit ott a második fél idő És történt. ha még egy embert külön így emelhetek nálam Fabinho volt az, akinél nagyon hiányoltam az ütközéseket, és az első gól előtt ilyen látványosan otthagyta De Bruyne-t, és abból lett ugye a megpattanó lövés, de ő nem szokott ilyen idézőben puhányan játszani, vagy ennyire így otthagyni a az embereket. Ez az egész Liverpool elmondható, hogy az első félidőben időben 67%-ban nyerte a párharcokat a Manchester City, ami azért egyáltalán nem jellemző egy Liverpool elleni mérkőzésre, hogy, hogy ilyen fölényben legyen bárki. És igen, ez amit fabinho kiemeltetek, amit mané szerintem ez csapatszinten érezhető volt. Ez a kicsit talán fásult kezdés, amihez persze a Manchester City is hozzájárult. Ugye itt, hogyha azt kell nézni, hogy melyik edzőnek a taktikája működött valamivel jobban, akkor szerintem Guardiolát kell említeni. Leginkább azzal, hogy kevés olyan edző van, aki megmerte volna kockáztatni azt, amit ő megkockáztatott, hogy akkor, amikor letámad a Manchester City, akkor nem a szélső védőket támadják le, hanem a szélső védők felé játszhatják ki. Tehát, hogy Gabriel Jesus is befelé támadott le, míg a másik oldalról Foden ugyanezt csinálta gyakorlatilag hagyva Robertsont és Alexander Arnoldot, hogy, hogy, irányítson. Ugye már ez például, hogyha ő kezdett volna, ő valószínűleg többet kíséri vissza Robertsont, és Gabriel Jesus pedig, pedig elől maradt fönn, hogy mennyire tervezett volt ez a dolog szerintem, és hogy mennyire sok szempontot kell figyelembe venni Guardiolnak akkor, amikor összerakja a kezdőcsapatát. Ugye ez itt éppen Gabriel Jesus játszatása. Január 1 -já óta először volt kezdő a bajnokságban de azzal, hogy kisárgázta magát az atleti jelené visszavágóról, teljesen egyértelmű volt, hogy szem előtt fogja tartani az Guardiola még egy ilyen nagy feladat előtt is, hogy meglegyen a megfelelő számú játékperce minden kulcsjátékosának, és azért beletartozik Gabriel Jesus abba a 15-ös körbe, akikből Guardiola forgatja a Stojan szóval Ivkovics -a, a magyar kosárválogatottal ott van ez, hogy megvannak a játékpercek, és bármi is az eredmény, jönnek azok a cserék, akiket ő előre eltervezik. Hát, ennek, ennek, azért nagyon sok magyarázata van, anatómiai, lelki, sok egyéb olyan, ami, ami, amit fent kell tartani az egyensúly érdekében, hogy az öltözőben is meglegyen az egyensúly, hogy a játékosok elégedetnek, boldognak érezzék magukat, ami aztán utána pont ilyen jó megoldásokban, meg ilyen, ilyen kulcspillanatokban gyümölcsözik. A több edző is elmondta, a, vagy menedzser is elmondta a Premier League-ben dolgozók közül, hogy ezek a játékosok tényleg mindent megkapnak, meg mindent elérnek az életbe, amit, amit, akarnak, meg amit ember vagy sportoló elérhet. De akkor boldogok, hogyha játszhatnak. Tehát fontos számukra az is, hogy a csapat sikeres legyen, de akkor örülnek igazán, hogyha ők pályára léphetnek. Mondjuk Grill is lehet, hogy nem annyira boldog most ebben az idényben, de hát ez, ez ez szerintem a, a, csapat szempontjából, vagy Gárdióla szempontjából nem annyira lényeges. Hogy, és meg kell hozni bizonyos konfliktusos döntéseket, vagy, vagy fel kell vállalni bizonyos konfliktusokat, ami, ami nem könnyű, főleg egy ilyen vételárú játékosnál, de hát a döntés megint Gárdiólát igazolta, hogy, hogy... És ez már nem először van itt. Tehát az, hogy Störlinget te tűzben tudott tartani, úgyhogy egy nagyon-nagyon komoly hullámvölgye volt, és most megint főleg inkább a kezdőben találja magát a, a fontos meccseken. És középcsatárként úgy, hogy, ö, ott azért lehetett gondolkodni azon, hogy esetleg Foden teszi be középre, mert ez erre többször volt példa ebben a szezonban, és hogy azért Guardiola mennyire váratlan dolgokat húzott, azt szerintem, na, nekem legalábbis a legváratlanabb az volt, hogy én nem emlékszem arra, hogy Gabriel Jesus játszott volna középcsatárt ebben a szezonban, akkor, amikor megvolt az első csere, akkor Gabriel Jesus ment percig, középre, igen. igen, ugye, amikor már ez bejött. A, ott, ott teljesen egyértelmű volt számomra, hogy na majd Gabriel Jesus kihúzódik balra, Foden megy be középre, és nem nem így történt. Amikor Grid is bejött, akkor ment be egyébként Foden középre, nem tartott sokáig, csak ilyen apróságokban is azért szerintem történtek váratlan húzások. Ami még nagyon látványos volt, és ez szerintem szemre is, rengeteg les közeli, vagy les szituáció, vagy nem les szituáció, a Liverpool védelme mögé befutó City játékosok miatt. Ezt hogy nem reagálta le a Liverpool, vagy hogy lehetett ilyen könnyen megvalósítani, hogy ennyi szerbe tudja lőni a védelem mögé a mélységbe induló játékosoknak a City alapdát? Hát szerintem itt azért ö, számított arra Gárdióla, hogy sem Matip, sem pedig a már emlegetett Van nem a leggyorsabb ezeknél a párharcoknál. Illetve, bocsánat, Trent Alexander Arnold felé is rengeteg a ilyen azért. labda ment, ahol egy-egyre... E, Igen, de a korábbi, korábbi fandáikat szerintem nem lehetett, vagy nem nagyon tudta senki lefutni. Most, most mondom, tehát valamennyire, ez, mintha ez megfordult volna, és lehet, hogy, lehet, hogy ez is mentális dolog, hogy, hogy annó én azt láttam rajta, amikor főleg ide került a Liverpool, hogy hogy rettegtek tőle a csatárok. Tehát ne kelljen. Volt olyan szezonja, azt hiszem, amikor, amikor nem tudták kicselezni egyszerűen Igen. az ellenfelek. Tehát, tehát hát ez pont az, amikor, amikor a Liverpool bajnok lett gyakorlatilag ilyen rajcél. Tehát nincs, mert nincs mert. meg ez a, az aurája, ebbe biztos vagyok, és hát Alexander Arnold meg ugye bátran lép előre, és hát adott, hogy, hogy ha belövik mögé a labdát, akkor egyszerre két helyen nem nagyon tud lenni, elől is, meg hátul is. Hát érezhetően próbálta kiasználni a City ezt a, a, gyors emberei révén, és azért okoztak, okoztak problémát ebből bőven a, a Liverpool védelmének. Az kritika, Klopp felé, hogy hogy Alexander Arnoldnál ennyit tudott próbálkozni a, a City? Szerintem nem, én azt gondolom, hogy ezt így tervezte uh, Jürgen Klopp, pedig azért is, mert az első félidőnek az első felében, de mondhatom azt talán, hogy az első 30 percben sikerült az egyik legnagyobb fegyverét kivenni ezzel a Manchester Citynek, ez pedig Jean nak a felfutásai. Uh, megnéztem az átlagos helyezkedéseket körülbelül a félidő felénél, és érdekes módon az a Cancelo, aki ugye nagyon-nagyon bátran szokott szintén belépni a támadásba, gyakorlatilag nyolcasként, ott a, ott a középpálya közepén is mm. sokszor, neki az átlagos helyezkedés az hátrébb volt, mint a másik oldalon Volkeré, és ez leginkább annak volt köszönhető, hogy ugye Henderson-t is a kezdőben nevezte Klopp, ő is Uh, Trent Alexander Arnold és szálák is uh, jobbról támadott, túltöltve azt a, azt a területet, és így el, hogy uh, Ez nem, nem, csak szimplán szála miatt? Szálá, és a többiek miatt, tehát hogy ott, ott egyszerűen azt nem tehette meg Cancelo, hogy, hogy ott hagy kettő vagy három embert uh, helyenként. Ez nyilvánvalóan jár azzal a kockázattal, amit, amit te is említettél, de lehet rajta többet is nyerni. Még pedig azt, hogy a, City támadásokban igen sok kreatív energiát bele adó voltak kevesebben. Aztán egyébként ezt is megoldotta a City a későbbiekben, tehát aztán Cáncelót elég gyakran láttuk felbukkani, golpaszt is adott a kapu előtt, meg, a, meg onnan a fél elég gyakran lőtte be ő is a, a labdákat középre. Ettől még azt gondolom, hogy ez egy, ez egy viszonylag sokáig működő elképzelés volt. Hát ez két szuper csapat, tehát itt nincs mit mondani szerintem erről, vagy, vagy nem lehet ezt uh, tovább fokozni. Szuper játékosokkal, ezek, azért, uh, ezek a játékosok azért meg tudják azt oldani, hogy, hogy zavarba hozzák az ellenfelet, akármilyen jól védekezik valaki ellenük, akármilyen jó a, a védelem velük szemben, mert azért szerintem különösebb panasz nem lehet egyik oldalon sem a védekezése. Jó, adódtak tegnap is hibák, de, de szerintem azért ez benne van a játékban. Illetve szerintem nagyon-nagyon fontos szerep jutott De aki ugye nagyon nehezen lendült bele ebbe a szezonba, az utóbbi hetekben azonban talán a, a City legjobbja a kanceló mellett, és ugye tegnap is rengetegszer visszalépett, az első gólt, ahogy, ahogy ott kialakította azt a szituációt, és egy gyors reagálással gyakorlatilag, féllövő helyzetig jutott el, mert ott azért kellett a mázli hogy az úgy, úgy pattanjon, meg oda pattanjon. de szerintem, szerintem ő az ő semlegesítését nem nagyon tudta a, a, a pool megoldani tegnap a, a visszalépésekkel, a, a labdaelosztással, a helyzetbe kerüléssel. Tehát, ez véletlen de... volna, hogy ő mindig a nagy meccseken lőgolt, meg a nagy meccseken játszik nagyot? <coughs> nem. Nyilvánvalóan nem. Hát meg, meg, egyébként, ami nem véletlen, és szerintem itt ez az, ami, ami igazán szignifikáns ebben, hogy Ebben a szezonban ez volt a tizedik olyan bajnoki, amikor az első tíz percben gólt szerez a Manchester City, és a legutóbbi négyet ebből Kevin De Bruyne vállalta. <há> Tehát, hogy ez egy olyan minta, ami most persze úgy szerencséje, nincs szerencséje. Ez egy jó stat. Egy, ez egy jó... Ott azért az, 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 az szerintem egy eléggé határozott. Ez nem egy buta statisztika. <há> ez ott az ez első gondán egy... is látszott szerintem az a, ez a mentális fáradtság. Tehát ott tényleg tized más, lehet, hogy csak század vagy vagy ezred, nem tudom. Tehát ott, ott ugye villámgyorsan elvégezték azt a szabadrugást, és már is ott volt belőle a helyzet, ami lehet, hogy a többi Premier Ligás csapat ellen semmiféle veszélyt nem jelentett volna, itt viszont azért alapvetően meghatározták a de, Meg azt tényleg, hogy, hogy Kevin De Bruyne az első pillanattól kezdve mennyire éles, mennyire tudja érezni ezeknek a mérkőzéseknek a hangulatát, mennyire képes függetleníteni magát attól a nyomástól, ami ránehezedik a City legjobban kereső játékosaként, meg vezéreként, meg akitől egyébként várják a meccssel döntést. Ugye ez azért elég sok futbalistát összenyom, hát őt, őt nagyon nem. Lesz még itt tehát egy Manchester City Liverpool biztosan más képet vártok attól a meccstől, vagy azoktól a meccsektől, hogyha lesz másik is, vagy pedig valami nagyon hasonló, finom hangolásokkal nyilván, mert biztos vagyok benne, hogy észreveszik egyik és másik oldalon, hogy mit lehet itt még javítani. Például az egy nagy kérdés számomra, hogy a Liverpool ilyen magasan fogja tartani a védelmét a jövő hét, vagy hát most hétvégi, bocsánat, FA Kupa elődöntőn is. Én egyébként egy picit tartottam attól, hogy ez egy ilyen visszafogottabb meccs lesz, tehát szerintem benne volt azért a levegőben, hogy egy kicsit óvatosabb játék lesz mind a két oldal, vagy legalábbis valamelyik oldal egy picit jobban a védekezésre koncentrál, majd szerencsére nem így történt, szerintem ez nagyon élvezetes meccs volt, köszönhetően az első gyors gólnak is. Én szerintem pici finom hangolások várhatóak mind a két oldalon, illetve hát azért bármennyire is hangos az FA-kupa, nem ez lesz a prioritás egyik oldalon sem. A BL és a bajnokság mellett azért ez, ez a harmadik számú sorozat, amire, amire figyelniük kell, úgyhogy például az összeállításoknál ez lehet, hogy érzékelhetővé válik. Hát én azt gondolom, hogy azért az összeállításokban tényleg megint pont azok lesznek a finom hangolások, hogy elképzelhető, hogy a más meccs tervhez egy kicsit más embereket fognak válogatni. Ugye beszéltünk már a műsor első részében is arról, hogy erre Klopnak is azért bőven van lehetősége, kicsit másképp néz ki ez a csapat Luis Diazzal, másképp néz ki Firminoval, másképp néz ki Nabi Keita-val, Harvey Elliott a középpályán, tehát hogy hogy lehet ezekkel még kicsit játszadozni, meg olyan erényeket kidombolítani, amik itt ezen a mérkőzésen talán kevésbé voltak hangsúlyosak. Én azzal vitatkoznék egyébként, hogy itt nem is, az, nem is annyira az FA a presztíze, mert az is szerintem nagyon nagy ezeknek a kluboknak a, a szemében, hanem az, hogy ezt a meccset ezt már a Wembleyben 90 ezer néző előtt rendezik gyakorlatilag mint egy döntőt, még ha csak elődöntő is, szerintem az, az ad olyan patinát, meg olyan rangot ennek a, ennek a meccsnek, hogy ez nem lesz sokkal kisebb a, a hangsúly ezen, mint mondjuk egy esetleges későbbi bajnokok. Még évenzetten. egy dolog, ha már a kezdőket tippeljük, hogy mennyire fognak forgatni, gyorsan megnéztem, hogy a most szombati után kedden lesz egy Liverpool-Manchester United bajnoki mérkőzés, amit ugye bepótolnak, és szerintem ott a City hétközben nem játszik ha minden igaz. Tehát azért ez is egy fontos faktor tényező ennél a mesnél, nem? Igen, az biztos, hogy a poolnak sokkal nehezebb a sorsolása, szerintem ez teljesen egyértelmű, tehát sokkal több olyan meccs van uh, a Klopp csapat programjában, ami azért uh, magában rejtheti a pontvesztés esélyét, pontvesztés lehetőségét. Ugye Everton ellen városi rangadó, az Evertonnak ugye nagyon kell a pont. A United ellen mindig ugye az egyik legnagyobb presztízsű premier szeret, szeret dominás csapatok ellen játszani még hmm. mindig. Igen, és aztán ott van a Spurs, amely szerintem a top négyért küzdő csapatok közül most magasan a legjobb formában van, tehát ezek a meccsek azért nagyon-nagyon nehéznek ígérkeznek, és ha ezeket is megoldja valahogy a Klopp csapat, akkor szerintem akárhogy alakul a bajnokság hajrája, különösebben negatív kritika nem érheti a, a vöröseket. Tehát lehet, hogy ugyanaz lesz, mint két évvel ezelőtt, amikor ugye végig hát végigmentek az utolsó meccseken, és mindenki azt mondta, hogy ilyen nincsen, hogy nem veszítenek pontot, de van. Volt, volt igen. igen trükkös mérkőzések. Ezt, ezt, akkor lezártuk ugye ezt a témát, csak gondoltam, hogy ha már a United szóba került, akkor az egy pár gondolatot mindenképpen ö, Na, de a Everton mesnek? Nem, hanem Ronaldo ö, telefonos. Ha hát, nagyon, nagyon, rossz mutatott, igen. igen. Igen, Na. Hát meg tudjátok a, a történetet, hogy egy autista igen, kisfiú kezéből ki a telefon. Azt mondtam pont itt a szerkesztőségben Márkus Ádinak, hogy nagyon kíváncsi vagyok, hogyha ezt nem Cristiano Ronaldo csinálja, hanem mondjuk Dominik calvert lewin egy Everton Norwich mérkőzés után, akkor szólna erről bármiféle hír. Tehát Persze. én, szólna. én, 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 én is azt is. értem, Igen. hogy ne, szerintem nem. De hogy nem. Ez, ez ilyet nem csinálhat. Igen. Nem csinálhat senki. Tehát, hogy ilyet nem csinálhat csak se Cristiano Ronaldo, se Dominik calvert lewin Csinálhat olyat, hogy nem áll megnyilatkozni mint ahogy megcsinálja számos alkalommal. Csinálhat olyat, hogy nem ad autogramot a tőle autogramot kérő szurkolónak, hogy nem csinál közös fotót vele. Ezek mind az ő döntései, de olyat nem csinálhat, hogy valakinek rájut a kezére azért, mert őt videózza. Én Ez szerintem ilyen, sem ilyen, sem ilyen olyat a szurkoló, ami, ami... De ha csinált is volna, hát gondoljuk csak el azt, hogy, hogy annak az embernek, aki él -hal ezekért a csapatokért, ezekért a játékosokért. Annak mekkora élménye az, hogy testközelben vagy az egyik hősöddel, az egyik sztárral, akiért, akiért érdemesnek tartod a reggeli felkelést. Én vagy... pedig azt értem, hogy ők szurkolók, és oda mentek videózni, de Cristiano Ronaldo egy vesztes meccs után csak azt hallja, azt hogy kimegy, a, kimegy az Everton szurkolók között, és ócsárolják őt, szídják őt, vagy valamit kiabálnak, és a bofájába konkrétan belelóg egy kamera. És ő csak ennyit lát, ezért mondom, elítélem én is, amit csinált, nincs, én nincs ilyen nyilván, sárvét, de ettől arra, függetlenül, hogy nincs is. ettől függetlenül Cristiano Ronaldo utána egyből elnézést kért, meghívta őt az Old Traffordra, nyilván nem tudta, hogy ki az, akinek a telefonja éppen az ő arcába belelóg, és hogy csak mérgében odaütött egyet, nem tudta, hogy ezzel ö, mekkora kárt okoz. Az, az, az szerintem a furcsa, hogy a médiában már olyan hírek jönnek, hogy a Liverpooli rendőrség nyomoz, mert hogy ez, ha az utcán történt volna, akkor garázdaság lenne, és ö, nem tudom, Na összetört a mobil, fáj a fája keze. Ne már. Szerintem meg hülyeskedjünk. tehát én meg azt gondolom, hogy itt ugye feljelentést tettek ellene, amennyire ismerem a történetet, és akkor innentől kezdve hivatalból nyomozni kell. Nem tehet, tehát ha én itt tartom a, a telefonomat, és te kiütöd a kezemből feljelentést. Akkor viszont az a biztonsági... <laughs> ez jobb, ha tudod. Ne ütögesd ki a kezemből a telefont. Akkor az viszont biztonsági kérdéseket vet fel, hogy miért engedik ilyen közel a szurkolókat a játékosokhoz, ahol gyakorlatilag le is, mint az NBA-ben szokott ilyen előfordulni. Szereted a kerékpárt, ahol aztán tényleg igazán közel vannak a szurkolók, mondjuk a egy... Még néha fel is boló, egy a, hegy, a igen. Úgyhogy... És mikor, mikor látsz olyat, hogy, hogy ők, ők csapkodnak, meg ütögetik a, a nézőket? Melyik pillanatban? A bringásoknál? A bringásoknál. Hát csak az elmúlt két évből szerintem tíz ilyen esetet tudnék felsorolni hogy megvertek bárkit. Amikor kivette a telefont a kezéből, és elhajította, amikor valaki kiállt a, a táblájába jó, hát a, az idióta, igen, és, és utána hát a bírósági hát, eljárásról hát az, az, szervezett. Én azt mondom, hogy ez a kisfiú, aki aki videózott, ez nem csinált semmi olyat, ami szerintem ezt a reakciót kellett volna, hogy kiváltsa legalábbis azok alapján, a felvételek alapján, amit láttunk. tehát persze videózott, de nem, nem, én nem éreztem azt a, a felvételek alapján sem, hogy, hogy különösebben belemászott volna a Ronaldo ö, aurájába, és hogy ez, ez bármiféle negatív ö, tehát negatív következménye járt volna a Ronaldo szempontjából. Persze, ki volt akadva, mert megint egy elég rossz meccset produkáltak, megint kikaptak, ö, Biztos, hogy ezt nagyon nehéz elviselni. Arról nem is beszélve, hogy láthatóan szétrugták a lábát. Az sem egy kellemes dolog, azért a focista életében ez is benne van. De szerintem akkor se szabad oda csapni. Tehát, tehát, ez ö... iszonyatosan nagy meggondolatlanság. Akkor egyetértenék a, a, az ő elítélésével, hogyha Ronaldónak teljes erőből páros lábba fel kellett volna ugrania, és valahol elütnie azt a kezet a telefonnal. De szó nem volt ilyenről, csak sétált lefele, és tényleg az arcába lóknak. Nem, hát le, lehajolt bekötni a cipőjét Igen. a hideg szerint, és azért hogy a, miközben lehajolt, ott maradt az a telefon, vagy az a kamera, ami egyébként vette az ő arcát. És azt, azt érezte úgy, hogy, hogy túl közel van, vagy én nem tudom, hogy belemásznak a... Nehéz, az. tehát fogalmunk sincs erről, hogy, hogy milyen lehet egy ilyen szituációt megélni? Ja persze, de mondjuk én ettől függetlenül azt gondolom, hogy hogy ez, ez nem megengedhető. Én pedig nem Cristiano Ronaldót akarom megvédeni, hanem ö, a játékosokat attól, hogy, hogy egy ilyen ide, idegállapotban nekik azzal kelljen foglalkozniuk, hogy ők visszafogják magukat, és nehogy vég csak vissza se szóljanak a szurkolóknak. Azért mondtam az nba t mert ott, amikor LeBron James-el volt egy ilyen eset, hogy vonult le a pályára, és valamelyik szurkoló, ugye ott is nyilván állnak a telefonokkal sokan, és mondjuk egy ilyen két sorral hátrébb, az szurkoló beszólt neki valamit de valamilyen nagyon csúnyát, hogy nem tudom éppen akkor milyen esete volt Jamesnek, és a James visszafordult, ő visszafogta magát, de ott a biztonsági őr az nem a Jamesre szállt rá, vagy nem ráfordult, hanem egyből a egy nő volt, egy nő felé fordult, hogy ö, vigyázzon a szájára. Persze, biztos Ronaldo se tudta ezt fölmérni. Persze, meg nem a szurkoló csinált semmit, vagy nem biztos, hogy a szurkoló csinált valamit rosszul, csak akkor ne lehessen oda a telefonokat belógatni mert nyilván ez egy, egy, ilyen felfokozott ideg állapotban még jobban föl fogja idegesíteni a játékost. Igen, persze. Tehát a hétvégén, nem tudom, a 25. idén befutó szurkolót láttam a valamelyik bajnoki mérkőzésen, tehát azt se szabadna megengedni. Sajnos ezzel nem nagyon tudnak mit kezdeni. Ezzel se, hogy, hogy mondjuk a Goodison Parkban ne az legyen, hogy, hogy így be tudsz nyúlni, és akkor hozzá tudsz érni Ronaldohoz. Ugye a szurkolók is azt szeretnék, hogy minél közelebb legyenek, minél inkább test közelből, hát ha nem is érinthessék, de majdnem hozzáérhessenek a, a rajongott játékoshoz. Nehéz ebben igazságot tenni szerintem, hogy, hogy hol van a határvonal. Lehet, hogy a rendezők is lehettek volna figyelmesebbek, meg, meg, szigorúbbak, de ez nagyon rossz. Nem lehet rosszul minden sőt, néző mellé biztonsági embert hát, állítani, nem, ezt nehéz. szokták mondani. A chelsea is volt egy hétvégi bajnoki mérkőzése is, amit 6-0-ra nyert meg azután, hogy négyet kapott a Brentfordtól, és hármat a Real Madridtól. Van erre észszerű magyarázat? Hát az, az az, az, észszerű magyarázat, hogy az a Werner hasonlás, aki játszott, az sokkal jobb futbalista, mint a, az igazi. <laughs> Láthatok már ilyet, hogy valaki 30 perc alatt a jobb, a bal, kapufát és a felső létet és eltalálja. Szóval ez egyszerűen megmagyarázhatatlan, hogy, hogy hogy tud valaki. Én mondtam a meccs közben is, hogy úgy néz ki szegény, mint aki így el van átkozva valami. Vajákos asszony rátette az átkot, és akkor szegény nem tud mit csinálni, így is rugott két bolt, tehát egyszerűen de egyszerűen döbbenetes, egy bulopast, hogy... Vagy hát végülis az igen. visszapattanóból Egyébként szerintem a Soton a magyarázat rá, tehát ők biztos nem tudnak erről, mint a Soton játékosok, hogy ez még fontos lehet, meg még ez font, sok-sok fontot számít, sok-sok fontot hozhat a konyhára. Pont kigyűjtettük a mai made ez hogy Ralph ez fűződik immáron a három legnagyobb premier És ha lett volna tíz, egy szót nem szólhatnak, nem? igen, jó, ez nyilván adódik a csapat stílusából, meg adódik abból, amit beszéltünk, hogy itt viszonylag a keleténél korábban sikerült a bemaradás kiharcolása a de, de ez, ilyet rendszeresen a Crystal Palace csinált még Hodzonnal, amikor meg volt a, a bemaradáshoz szükséges pont, és onnantól tudtad, hogy akkor jön egy valami rettenetes sorozat. <laughs> és nem is beszélve, hogy ugye azt hiszem, az első hét vagy nyolc fordulóban nem volt győzelmük, tehát addig volt egy pár x-ük, és azzal onnan jöttek föl és idáig. Onnan, hogy... igen, és és volt, voltak egészen kiváló meccseket, ugye a City nem tudta legyőzni igen. őket a két bajnokin, Úgyhogy meg, meg hát Házenhőtől ettől függetlenül szerintem egy nagyon nagy koponya, de de azért nem tudom, tehát, ha Southampton szurkoló lennék, ami nem vagyok, és nem is leszek valószínűleg most már. Hát hazamentek, nem látok. A, a második idő ég, végére gyakorlatilag De hogy ezt hogyan, hogyan viselném el, hogy itt van ez a csávó, aki tök jó dolgokat csinál, de azért volt két 0-9, meg 06. 0 6. meg mit tudom én. Készülnek vír, erre már évelein, és akkor tudják ilyen 0-4-nél a 20 jön a... perc után, hogy akkor ez az a meccs, akkor megyünk haza. Igen. Nem tudom, nehéz ezt így kívülállóként megítélni, hogy mi a jobb, ez, hogy, hogy valaki így bebiztosítja a bemaradást, és akkor utána meg teljes szétesés, meg, meg teljes néhilapája. Vagy az Everton. szemben is. Annyira, vagy az Everton, Annyira ufer szerintem. Hogy... Igen, ez nagyon nagyon rosszul mutat. Teh, tehát mondom, gyakorlatilag én úgy látom, hogy a, a stadion nagy része az kiürült. Tehát ott, ott a, amikor berúgta a Chelsea az ötödiket, akkor már szünetről sem jöttek vissza sokan, de az ötödik után meg gyakorlatilag folyamatosan mentek kifelé a nézők, és nem, nem akarták ezt látni, hogy Emlékszem, én is ö, édesapámmal jártam annó ilyen MB2-es meccsekre, és ott is volt olyan, hogy ott hagytuk, mert annyira rossz volt. Na hát ez tipikusan ez a kategória, amikor nem bírja. Még a Szocsit is ott <laughs> Jó lesz az a takarítóknak. <laughs> Csajsi szurkolók ott hagyták a Szocsit a szerdai BL meccsen, vagy ott volt esély, marad még esély a visszavágóra esetleg? Hát szerintem, így, hogy nem számít az idegenben lőtt gól, így ö, én azért látok esélyt rá. Persze a Madrid elég jó helyzetbe kormányozta magát, nem fogja úgy letámadni a Real Madrid a Chelsea-t, mint a Southampton tette. Nem. Kicsit megfontoltabban fog játszani, szerintem. Hány csalottival ez a Madrid. Szerintem egyébként abszolút van esély rá, már csak abból fakadóan, hogy milyen minőségű játékosok vannak ennél a Chelsea-nél ott vannak a kiváló formában lő. Lukaku, de Werner... <laughs> megint sérült megint. Igen, te... Aki megtudtuk, hogy biztosan nincs a keretben, igen. igen. A Real Madrid ellen. Egy... Szóval itt most az a kérdés, hogy például ez a 6-0, ez, ez számította annyit itt az önbizalmaknak, Mountnak, például um, Wernernek, Havertznek, Marcos alonso, alonso hogy hogy ez, ez valami fajta holdponton átlendítette őket. Nem volt egyértelmű Tuchel meccs utáni nyilatkozatából a Real meccset követően, hogy itt ezt ő tolta el. Hát szerintem egyértelmű volt, hogy gyakorlatilag bocsánatot kért. Igen. Azért, hogy Viniciusnak túl sok területet hagyott, ugye James túlságosan magasra vezényelte. Szerintem nagyon ritka és borzasztó megsüvegelendő dolog az, hogy, hogy egy top edző gyakorlatilag beismeri teljesen nyilvánvalóan a, a, a hibáját, azt, hogy igen, ezt én szúrtam el, mert mert nem jó mestervet dolgoztam ki. Ugye itt a, a nagy meglepetés az egyrészt ugye Jamesnek a túl magasra vezénylése, másrészt pedig a Chelsea letámadása volt, ami nem volt annyira jellemző eddig a csapatra, mint mint a Real Madrid ellen. Nem jött be, de, de hát szerintem pont ezért is, is jó meg, meg, meg bizonyítottan kiválóan működő ez a, ez a Tuchel tandem, mert, 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 hogy ennyire önkritikusak is tudnak lenni. Hogyan nem? tud felgyorsítani a Real ellen a játékot a második meccsen, hogyha nem működik a letámadás? Esetleg máshogy kell ezt megszervezni, ezt az ember fogás, mert az, az nem. Hát ezek Egyszerűen a futóversenyek ott hátul nem mutattak jól, tehát mondjuk Tiago Szilvának 30 Két, euh, évesen és nem tudom hány naposan, azt hiszem most dönti majd meg a chelsea a korrekordot a következő meccsen. Nem biztos, hogy az a legelőnyösebb, hogyha nála azért jóval fiatalabb és gyorsabb játékosokkal kell versenyt futni. Ugyanez szerintem igaz Krisztenzenre. Euh, Rüdiger is eléggé a fiatal volt. Tehát, euh, á, hát én, itt nyilván a Vinicius párharc igen, az, ahol a legjobban igen. kijön az egész. Igen, hát, hát folyamatosan keresték Benzemet, tehát, tehát az a kétfejes gól gyönyörű volt, de de mind a kettőt úgy fejelt el, hogy, hogy fél méterre nem volt senki. Tehát azért, hogyha ott egy ö, öt évvel ezelőtti Tiago Silva van, akkor szerintem az, az keményebb fejpárbaj lett volna mind a kettő valószínűleg, vagy, vagy lett volna rá esély. Kockáztatnia kell a Chelsea-nek, ez egyértelmű. Én azt nem tudom megítélni pontosan, mert azért mindent nem tudunk meg a Chelsea öltözőből, hogy mennyire kényszer az, hogy el ennyire sokat változtat a szezon folyamán, mert azt hiszem a Premier League csapatok közül ő variálta a legtöbbet például a kezdő 11-en. Biztos, hogy vannak benne kényszerű okok is. A Lukaku ügy, ami, ami, nagyon rosszul jött ki, és persze sérült, de azért ez is furcsa, hogy, hogy, hogy ennyit sérült Lukaku kényszer vagy kísérletezés? Mert ez nem mindegy Lukaku esetében ugye egyértelműnek tűnhet, vagy egy sérülés esetében egyértelműnek tűnhet, hogy mi a helyzet, de vajon mennyire van ebben benne az, hogy például most Tuchelnek egy másik mestervet kellett választani, vagy egy másik mestervet tervet választott, nem kellett választani? Bocsánat. Tuchel is azt mondta most a meccs előtt is, meg után is, hogy ezek nem egy-egy dolgon. Tehát itt nagyon sok minden összeadódik. Az, hogy a Chelsea az 52. meccsét, vagy 51. meccsét játszotta, talán 52. azt hiszem ebben az idényben, brutális szám. Tehát, tehát egészen elképesztő. Körbeutazták a világot. Megint van Covidosok, ugye a személyében. Werner nem találja a formáját a két rugott meg a kapufa ellenére sem, a Lukaku ügy, tehát ezek mind szerintem így egymásra rakódnak. Mert hát, <coughs> hát meg volt egy kiválóan működő három belső védős taktikája a chelsea amiből kiesett két kulcsember viszonylag hosszú időre csillvel egészen a szezon végéig, és Rhys James is elég sok Igen. meccset kellett, hogy kihagyjon sérülése miatt. Üh, innentől kezdve az nem is feltétlenül működött ugyanazon a színvonalon, Onnantól, amikor ő rájuk nem számíthatott, mint előtte. Uh -huh. Nem véletlen az, hogy akkor megpróbálkozik a négyvédős rendszerrel, ami láthatóan azért már kicsit kényelmetlen. Tiago Szilvának, mint mondjuk a háromvédős rendszerben a középső pozíció, láthatóan abban mondjuk Rüdiger nem érzi annyira otthonosan magát. Tehát, hogy itt ez nagyon sok, ahogy Tomi is mondja, nagyon sok minden rakódott egymásba. Amenydi bakia. Tehát ezeket nem lehet bekalkulálni szerintem, hogy Persze biztos Benzemának is megvan ebbe a szerepe, hogy Donnarumma is hasonló módon elszórta vele szemben a labdát, mint ahogy most Mendi is elég komoly bakit vétett. Egyébként a helyzetek alapján azt gondolom, hogy ez akár egy X-es meccs is lehetett volna, tehát azért elég komoly lehetőségei voltak a chelsea is, és ott Kurtoának azért elég komoly szerepe volt abban, hogy, hogy ez Hát ez az Aspilicueta lövés, hát amit igen, kifogott az, a felső sarokból, az nálam a szezon igen, igen. legnagyobbja. De ez nem, nehéz amellett elmenni szó nélkül, hogy van két olyan mérkőzés, sőt, bocsánat, a Paris Saint-Germain elé párharcnak háromnegyedében a Paris saint jobban játszott, mint a Real Madrid. A Chelsea ellen nem volt annyira kiemelkedő a Real Madrid játék, hogy elsőpülő legyen az, ez a fölény, mégis jött egy ilyen mendiféle, uh, Baki, és Benzema két mérkőzésen egymás után mesterhármas szerzett a BL kieséses szakaszában. Ez nem a véletlen műve. Hát nyilván nem, persze. Hát nem, épp néztem, hogy több fejes gólya van, mint amennyit ballábbal szerzett már pályafutása során. Egészen parádés volt mind a két fejese. Azzal együtt, hogy ezen a szinten ez szerintem megengedhetetlen, hogy egy csatár felugrik, és nincs ott a közelében senki, egy picit se ér hozzá senki. A és... előtt egy nappal ugye Sirer írt egy cikket az Atletikre, hogy Benzema mitől ilyen jó csatár. És pontról pontra leírta azokat a dolgokat, amiből utána három gólt szerzett a Real, <tosz> és ezek között volt a fejes is, amit ugye talán sokszor elfelejtünk Benzema esetében. Azért két olyan fejese volt ezen a meccsen, ami ennél tökéletesebb talán nem is lehetett volna, és az például, hogy hogyan szakad el a védőjétől, az ilyen tanítani való kategória. Ilyen döbbenetes. Meg hát, hát az, az is... és láttuk, persze nem a, a Southampton, nem a Real Madrid védelme, de ott van Werner, aki, aki szakajtónyi gólt szerzett a Bundesligába, 20 gólokig jutott szezonokon keresztül, és most gyakorlatilag akármit csinál, nagy nehezen tud üres kapus gólokat szerezni gyakorlatilag. Tehát ez, ez, a, ez a, különbség mondjuk egy, 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 jó játékos, vagy egy, egy jó csatár, meg egy világklasszis csatár, hogy Benzema ezeket kíméletlenül kihasználja. A hát. utolsó dolog emellett nem tudok elmenni szó nélkül, Fede Valverdének hívják az illetőt, Hümm. aki hm. peremember, nevezük annak a Real Madridban. 12. Hát, még azt sem mondanám, mert talán Kama vinga is több lehetőséget kapott nála, vagy gyakrabban száll be így csereként. Valverde akkor játszik, amikor vagy Lucas Vázquez és Carvajal sincsen jobb hátvéd pozícióban, vagy pedig egy jobb szélsőre van szüksége a Real Madridnak egy olyan jobb szélsőre, amelyik alázatosan elvégzi a védekező feladatait, és a középpályán is tud segíteni Modrisnak, Rossznak, Kazemirónak a labda kihozatalnál esetleg. És ez azt jelenti, hogy Valverde a nagy rangadókra kerül be a Real Madridba, ahol általában nagy szükség van rá, és azt tettem fel azt a kérdést a csoportban is, meg itt is, hogy, hogy van-e még olyan játékos, akit egyedző csak a nagy rangadókon használ a csapatában, mint amilyen fede Valverde. Tudod, ki volt ilyen egyébként? No. Park Ji-sung. A Manchester Unitedben meg Sir Alex Ferguson regnálása alatt. Akkor párhuzamot találhatunk, nagy munkabírású, Igen. és sok párharcot vívó játékos. De könnyű helyzetben vagyok, mert erről beszéltünk, és gondolkoztam rajta. <gül> <gül> Tominak nem ennyire egyszerű. Szerintem nagyon-nagyon fontos a star csapatoknál is, hogy legyenek ilyen, Hát ezeket szoktuk, ezeket a játékosokat ilyen zongora cipelőnek mondani, de nincs erre jobb kifejezés, aki szerintem Váverde nem háborog azon, hogy, hogy nincs 38 meccse egy szezonban, és ő ezt megtiszteltetésnek veszi, hogy, hogy, amikor oda kerül, akkor, akkor egyáltalán beállhat. És hát biztos, biztos hogy ez is benne van abban, hogy, hogy, a rangadókra ő is felszívja magát, és, és tud hozzátenni a csapatjátékához. Na csak ilyen gyenge futbolisták vannak előttem, mint Modric, meg Kroos, <laughs> hogy... Figyelj, nem, biztos nem egyszerű azért ez sem, hogy, hogy, hogy azért, azért tisztában lenni azzal, hogy... hogy megnézed Modricot, és azt, azt mondod, hogy ez még 50 évesen is. <gül> <gül> Ott lesz előttem a sorban. Hát, de ilyenkor jön az, hogy kéred az átigazolásodat egy olyan csapatba, ahol világsztár lehet, mert ez a srác, ez egy, ez egy világsztár. Igen, de ő 23 matéria. éves még, tehát azért, azért 23 évesen még, még öm, szerintem nem alapelvárás mindenkinél, hogy, hogy folyamatosan kezdő legyen a Real Madridban. Tehát azért öm, egy csapaton belül megvan ez a, ez a ranglétre, amit, amit be kell járni legalábbis a legtöbb helyen. Itt csak ketyeg az óra én nem tudom, hogy... hogy de ketyeget Benzeman el is, amikor Ronaldoval együtt játszott. És aztán itt 30 fölött eljött az ő ideje. Akkor ez karakterkérdés, hogy ki az, aki bírja ezt. Mert... Is, mint igen, és igen. Benzema játszott. Szerinted... Tehát ő árnyékban volt, de játszott. Szerinted melyik csapat lenne az, ahova a, B a Váverde elmenne, és azt mondaná, hogy ez, ez mindenféleképpen előrelépés, többet játszhat, nagyobb szerepet kaphat? Hát vannak Premier league csapatok például, de, de a La is jó, nem, a Láligában nincs olyan, amelyik stabil BL résztvevő lenne, mondjuk, de, de, de a Premier League mindenképpen egy olyan, olyan ö, bajnokság jelenleg, ahol többet kell futni, ami neki egyáltalán nem probléma, és ott az e csapatok közül szerintem nem egynek lenne szüksége jó középpályásra. Hát, ha be, mint Kulusevszki, akkor gond nélkül. Tehát nem, United. Ez ritka, nem? ritka, hát meg ehhez kell egy Antonio Conte is. Na mindegy, hát Uruguay, úgyhogy azért az Uruguay játékosok kelendőek, meglátjuk, hogy a Real Madrid számol -e vele. Mi számolunk veled azért a jövőben is. Tomi, nem tudom, mikor voltál itt legutoljára, de... Még Ádis időszak volt szerintem, igen, úgyhogy az nem mostanában volt. De akkor legközelebb az legyen korábban, mint amikor a legutóbbi volt. Köszönjük, hogy itt voltál. Köszönöm szépen.